Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Csapatépítő, milyen volt? Ki hogy érezte magát? Jó volt, jó volt. Vannak jó dolgok, volt, amiket nem értek, de a maga a történet az nagyon jó. Melyik volt. Melyik részét nem érted? Hát az elsőn azon, hogy miért 6 évenként van egy csapatépítő. Igen, ez ja, igen, az, de ez az, már túl lenni, túl, igen. Nem? Majd a következőt, majd ugye, majd mikor is lesz az, hogy 2011-ben. Ha megérjük. Hogy azt nem értem, és egyébként tényleg nagyon jó rendezvény volt, és nagyon jól éreztem magam. És mindenki nagyon jól érezte magát, szerintem, ahogy láttam a csapatot. Jó volt. Miért kellett ezért megölni Malacot? Nem miattunk ölték meg, mi ezen aztán gondolkodtunk, mert hogy... Nem volt értelme. Ugye a terítékre nagyon nem került abból a sertésből semmi, ami ott le lett vágva a kedvünkért, ez valószínűleg már a holnapiaknak készülhetett. Na de mi nem kaptunk a tegnapiból se? Már lehet, hogy tegnap volt. Volt kolbász. Lehet, hogy tegnap az... nem is volt. Csak na jó. Kolbász meg oldalas. Na de ott a sonka, ott van egy csomó minden. Hát azokat majd feldolgozzák később. Plusz ugye reggel kaptunk szeretett csomagot, abban meg benne így volt. A saját általunk töltött, állítólag. A hurka. Igen, én is azt néztem. Kolbász. Én is azt néztem egyébként, hogy nagyon hasonlított azokra. Nem, annyit nem csináltunk. Konkrétan szinte, mintha a hat csapatunk volt, haza. Azt hiszem 5 csapat volt, mennyi volt? 5 vagy 6? Én megkérdeztem. 5 csapat volt, hát az 5-5-ször ekkora darab. Minden nap azt megnéztél? Lehet, hogy a többiben 2 napos rétes volt. Igen, mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi történt. Ugye lementünk Lajos Mizse mellé. Igen. És egy nagyon szép kis kúriában voltunk, tényleg gyönyörű a hely, nagyon. És azt gondolom, hogy mindenkinek érdemes oda menni. Lovarda, hatalmas park, minden, gyakorlatilag minden volt. Én egészen elmentem az étteremig, mert azt hittem az a recepció, a malac már ott feküdt. Igen. A fiúk elég furán néztek rá, hogy miért nem álltam le a parkolóban. Mit keresít a kocsikon? Ezt én is tanúsíthatom, begurultunk addig, ameddig be lehetett gurulni ezzel az autóval. Sőt, talán még egy picit tovább is. Igen. A malac már ott feküdt, szegény. Igen, Balázs ütött el konkrétan. Én láttam meg először. És ugye elmentünk a csapatépítőre, és egy kihangosított malacvágás történt, ami arról szólt, hogy jöttek a böllérek, és egy ember hangosan mondta, hogy zsigerelik a malacot, mi történik, hogy rakják föl, régen milyen szokások voltak. Majd, mikor eltakarították a malacot, miközben milyen pánikába búcsúztattuk azért mindig a malacot, ugye, és ittunk, azt mondták, hogy jó, akkor kezdődjenek a csapatjátékok. És onnantól kezdve elindult az activity, a lóra felugrás plusz pontért, a sorverseny, amit tudom én. Fagyási sérülések kezelése. De én azt hittem, hogy eszünk a malacból. Tehát, hogy lesz ott még aznap este. Hiszen az az értelme, igen, ha megöljük hagymásvér, kapunk egy jó resztelt májat. Hát a malac eltűnt. Tehát a malac eltűnt. Eltűnt. A malacot megölték, és a malac eltűnt. És a malacból nem láttunk semmit. Semmit. Majd vacsoránál ki volt rakva csirke. Csirke, igen. Ami isteni volt egyébként, remek kaja volt. Jó, tehát rántott csirke volt. Rántott csirke volt, vagy ilyen grill csirkeszerűség, krumplipüri, hagymás krumpli, egy csomó minden, de nem láttam a malasztak nagyon semmiért. Hát azt kivéve ezeket a kicsi apró kis kolbász. A disznóban találták biztos. Miért öltük meg azt a malacot? Igen. Nem tudjuk, lehet, hogy nem is öltük meg, lehet, hogy azokat éppen a zöldözéből és sminkelt le. Tehát ez minden nap ez történik? Vele minden nap. Mindig ugyanaz a malac? Igen, minden nap ugyanaz a malac. Rutinosan feküdt a cegény. Másnap rántotta virsli, bajas kenyér, croissant. Reggel volt hagymásvér. Meg egy talán egy kicsi hagymásvér reggel. Igen. Én amikor voltam 7-kor reggelizni, akkor még volt. Croissant is volt tényleg. Valószínűleg öltek éjjel egy francia péket. Igen. De már 7-kor reggeliztél? Ilyenkor rá? Jaj, mentem tovább. Úgy menni kellett tovább? Menni kellett. Hát szerintem ezt csak azért csináltak, hogy a városi úri népség, aki még nem látott ilyet, az megnézze az elejét. Így van, hiányos volt a vágás. Tehát ugye a teljes feldolgozás nem, de későn kezdtük, azért ezt ne felejtsétek el. Tehát 4 után kezdtük el magát a disznó. Nem is volt rá nagyon idő, meg ne. Akkor még ott játszani. Hogy késő akkor volt. Vagy csapatverseny van, vagy feldolgozás. Hát, aki járt már disznóvágáson, ezt ugye egy hajnalba szokták magukat így neki durálni a mesterek, és aztán valamikor, mit tudom én, de azért van az, hogy fokozatosan be vannak építve ilyen hagymásvér, meg ilyenek, hogy közül azért valahogy teljesen múljon az idő. Igen, én annyira számítottam rá, hogy ott a bolottot eszünk majd valamit. Egy kis, mit tudom én, tényleg jó resztelt már frissen, hát az milyen finom. Meg kellett volna fogni a munka végét, egy nem jó. Ott áldogálni, ugye? Mert hárman dolgoztunk, ti meg néztétek. Feri besegített a bölléreknek, igen, egy ilyen kézi pörzsölővel, mi meg körbeálltuk és nagyon öltünk. Bár azért valljuk őszintén, tehát Feri is ott volt, meg ugye a mi Gyulánk is ott volt, mind a ketten sürögtek, forogtak. Nekem nem úgy tűnt, mint hogyha a bőlér urak nagyon igényelték volna a segítségét. Picit nekem úgy is tűnt, hogy ők, mert nekik meg volt a saját ritmusuk, hát látszott rajtuk, hogy egyébként a ceremóniamesternek, meg a bekiabáló okoskodó
dolgoknak a szövegére sem figyelnek semmilyen szinten. Tehát ők rutinosan tolták, tolták. Nem kellett neki, ő csak akadályozni lehetett abban a pillanatban. Mi iszonyú profik voltak. Nagyon profik voltak. Hát azt meg kellett, mert basszus. Nagyon hideg volt. Én már örültem neki, amikor bementünk a terembe, aztán elkezdődtek a sorversenyek. Még szintén tök viccesek voltak, tök jó ki voltak találva. Én őszintén megmondom, hogy utálom ezeket az elején. Hát, mondta, hát én remélem, hogy nem lesz ilyen. Hát én mondom, Jani, iszunk egy pálinkát, mondom, igen, hát teljes pánikba volt. Hát én nagyon remélem, nem lesz. De hogy ne lenne, mondom, én azt várom, hogy legyen, hát, mondom, hát, ilyen verseny, olyan verseny. Eszünk le spárgáról, meg tudod, legyen. Mondom, nem, én ezt nem akarom, mondom, ez annyira kellemetlen lesz. Milyen ruhába kell, miért abban a ruhában? Ő játszósba jött, más miért nem játszósba. Itt az egy pillanatra azért álljunk meg. Benne volt abban a nyomorult e-mailben, hogy mindenki olyan ruhában jöjjön, amit nem sajnál. Erre, mintha nem tudom, hogy hívják, hogy lennénk, érted? Konkrétan a Váci utcában. Hát ő azt nem megláttam sajnálja. Megláttam az egyik kollégánkat, akiről tudom, hogy életében nem ment még 2 méter gyalog, tehát hogy semmi köze nincs a túrázáshoz. Olyan prémium minőségű túra cuccokban volt. Nem ez volt a baj. Néztem, hogy kiszálltál és leszúrtad. Hogy te hogy ebbe jöttél, mikor én meg a melegítőm. Mit kérdez a csávó át, és nem értett, hogy most miért van leszúrva. Majdnem ilyen festékfoltos, hogy hívják, kezes lábas volt, olyan szóvágósban mentem. Hát tudod, tehát ilyen, érted? És akkor így mindenki, mintha glédából húzták. Tehát gyakorlatilag abszolút abban a hétköznapi kis csinos kis ruciába, amivel egyébként üzleteket szokott kötni, mit tudom én, a tárgyalóban. Ki mire ebben a Ő most hazamegy. Fia, az abban van. Az nem, ő nem csinál sorvesen. Ő nem, mondom, ezt mondom, fél, így átpálikát. Ne, inkább elmennék sétálni. Felfedezem a területet. Nem, mondom, most nem sétálsz. Nem, most nem azért jöttünk. Elmegyek sétálni. Ugye, sokkal jobban tetszik a terület. Ne. Mondom, jó, pálinka, segít, inni kell. Én már kint bevertem 3-at. Jó kis, ezek kis ilyen narancsdarabok voltak benne, hogy nem tudom, mit ittam. Igen, szétsi volt. Fincsi volt, de aztán az úgy kellemes volt, jó volt. De ugor aztán fel a lóra játék. Így van, aztán felugrottunk egyrészt ugye a forralbolt vonatra. Felugrottunk, meg ugye volt ez a játék, hogy a oldalról, meg lendületből, meg hátulról. A hátulról szerintem az csak egy vicc kategória volt, mert már előre láttam, hogy lelki személy, valaki megpróbál hátulról felugrani a pacira. Hát a paci meg gondol egyet, hogy már most már menne vissza, felemelje a lábát, hátra rúg egy usirogerit, aztán mindenki sírva kanalazza majd az orja lesz. Ezzel indultak ugye a sorversenyek, hogy ugor fel a lóra. Ugor fel a lóra. Igen. Tehát, hogy... Ezt először megpróbáltuk én és Szani kolléga, mind a ketten egy ilyen meglehetősen szűk farmerban. Hát ha láttatok, már nyomorultat, ahogy nem tudtunk felugrani. Ja. Ugye egy nyergeletlen lóra kellett a szőrén megülni. Aki szemmel láthatóan rohadtul nem élvezte egyetlen pillanatát sem annak, hogy ugrálnak rá, meg mennek oda részeg emberek is kapaszkodnak a sörényé meg, oldalba rúgják meg. Nem nagyon tudtunk felugrani. Majd amikor ez megtörtént, akkor bent indultak a versenyek. Hát gyerekek, én régen csaltam már ennyit, mint ezen a hat állomásos versenyen. Nem is nyertetek. Én nem tudom, hogy az a csapat, aki nyert, az hogy tudta úgy megnyerni, hogy mi mindenhol a maximális pontszámot írtuk, vagy voltunk. Írattuk. Úgyhogy jók voltunk, nagyon jók voltunk. Be? Na most te is benne voltál a nyertes csapatban, te nyalert. Miért nyert a csapat vajon? Hát a vezérigazgató meg a programigazgató benne volt. Most hirtelen nyaller lettem, mitől lettem nyaller, hogy helyettük szereztem a pontokat. A programigazgatónak meg a vezérigazgatónak gyakorlatilag semmi köze nincs, semmilyen disznóvágáshoz. Én kotortam elő a 20 évvel ezelőtti élményemet, hogy nyerjen a csapatunk. Volt egy olyan, ismert fel a disznó részét, Google azonnal letöltve, malackép beírva. Volt egy olyan játék, hogy ismert fel a húsokat. Oda mentünk, nem volt ott senki. Srácok, számoljátok meg, hány darab hús van. 9, mondom, írd be a 9 pontot, hagyjuk itt. Kihagytuk az állomást, beírtuk a 9 pontot. Szemetek! Azon a maximális pont, 9 hús, az biztos 9 pont. Menjünk tovább, meg vagyunk. Bari intézte a csapatot. Rommát csaltuk magunkat. És minden állomásnál voltak emberek, akik megnézték a kis papírodat, hogy hány pont van rajta. És mondja a Pali, hogy biztos ez a 9? Mondom, hogy ne, hát úgy kaptuk. Biztos, hogy voltatok ezen az állomáson? Mondom, viccelsz. Mondom, nem tudtak olyat kérdezni, ne tudtam. Jó, csak mert azért ezen az állomáson 14 pont a maximum, amit lehet szerezni. Hopp, kitéptem a kezéből a papírt, mentünk vissza. És beírtad a 14-et, mondom, nyilván. Nem jó ez a 9, nem tudom, ki írta be. Egyrészt nem emlékszem rá, 14 pontot lehet szerezni ennél az állomáson. Ó, mondom, mert rosszul emlékszem még, akkor egy kicsit kell beírni. A fűszerfelismerés. Volt egy olyan forduló, hogy fűszerfelismerés. Konkrétan úgy kötöttem be a szemem, hogy alul mindent láttam.
és eljátszottam, hogy semmit nem tudok, majd végig ugye a nő mellett ott volt, hogy kakukkfű, tárkony, nem tudom. Lelestem? A Szanival ketten. Mint az állat. Lesugtam, mondom, ordis, hogy babérlövél. Babér, babér, megvan babér, babér, ez babér, tudod, te hülye. Senki nem tudott. Nem most mondtam a következőre, te állat. Igen, mert ráadás őrölt volt, őrölt babér volt, ért, fogalmad nem volt. Rommá, olyan szinten rommá csaltuk magunkat, de azt láttam, hogy egyébként mindenki, vagy hát sokan, és negyediket lett. Mm-hmm. Mi van, nem csalunk? Mi is majdnem utolsók leszünk. Tessék? Mi becsülettel játszottunk. Te azt gondolod, ha megmondod, ki volt a csapatod, megmondom azt is még, hogy hogy csalt. Sehogy, senki volt még nálunk. A Kró Ildikó, hát igen, akkor mondjuk nem tud csalni. Igen. A Becker. A Becker, aki maga a becsület. A Becker rommá csalta magát szintén. Dehogy is, semmit nem csinált. A Becker veled ment csalni maximum, nem is volt velünk. Én azt tudom, hogy ott kezdtem nagyon berúgni. Volt az Activity. És ott azt hiszem ott ért le a pánik. Erre végül visszamentünk melegből, hidegből melegbe. Akkor ott azért megszédült. Az ott egy kicsit megvágott, és activitizni kellett, különböző feladványokat, disznó, ól, meg mit tudom én. És volt egy olyan rész, amikor én húztam egy kártyát, és elkezdtem magyarázni. Ti nem szaladtatok erre rá? És elkezdtem mutatni, hogy fel, ad, és elkezdtem elmondani, hogy feladvány. Mert úgy olvastam, hogy a feladvány a feladvány. Mert ott volt, hogy feladvány, jó, kettős pont disznól. És elolvastam a kártyát, feladvány. És mondom, oké, indulunk, 3, 2, 1, fel, én adok, ad. És mondja, nehogy a feladvány mond, nem, valami fél perc, te megkopogtatáltam. Nem, ez a feladvány, menj tovább, olvasd el. Disznól. Jó, állj, mondom. Mindenki álljon le, felejtsétek el, jön a disznól. Szóval, hogy amit lehetett. Hogy igen, ott éreztem, hogy korábban is voltak azért arra utoló jelek, mert amikor már harmadszor szóltam neki, hogy takarodja, menj, mert ez nem a te csapatod. Azt lehetett látni, hogy tudod, hogy ilyen picit én idült mosolyol az arcán, egy körbe-körbe, hogy minden csapatnak feldönezik, és így benéz, tudod, azt látod, hogy ketten agyaltok rajta, hogy ez vajon milyen darab hús lehet ott lefóliázva a kezedbe, és egyszer csak így középen így megjelenik Balázs, és balra nézi, abbra néz, tudod, ilyen ezzel zavaros tekintet, mondom, léci, tényleg menj már vissza a csapathoz, találd már meg őket. Én kicsit mindenki csapatába játszottam. Sziasztok, mi újság, hogy megy a kicsötés? Hármas kakukkfű, már jegyeztem is. Kérhetek belőle egy falatot? Nem. Én úgy mentem, vegyültem, érted mindenhol. Nem is értem ezt a negyedik helyet, komolyan mondom, nem értem. Na mindegy, de tényleg jó volt. Jó volt a Dizsi is. Az erős az a kép, igen. Igen. Rólad a kis némi kor dokumentumot találtok fönt egyébként az Instagram oldalunkon, ugye Monix az Instagram oldalán. Egy-kettőt aztán én lemerültem sajnos, nem tudtam, 4-5-öt tudtam, mert meghalt a telefonom, és aztán nem. Azt akartam, hogy minden csapatba befotózom magam, és megyek körül, és mindent archiválok, de 4-5 képnél nem tudtam többet, meghalt a telefonom. Igen, meg ahogy nincsenek túlságosan éles képek fönt, annak nem a telefon az oka. Nem, igen. Hát, hogy ott azért bemegettem ezzel a picitőnek. Igen, tulajdonképpen egyik kép se éles. teljesen életlen képek vannak. De egész évben nagyon jól megszervezték az egészet. Nagyon jó volt. Fú, nagyon helyek, és nagyon pengék voltak, nagyon jól tolták végig. Ezek tényleg viccesek voltak, ezek a játékok. Én mondom, én nagyon féltem tőle, hogy valami ilyen visszajönnek, ahogy hívják, a gólyatáboroknak a hangulata, meg ez ilyen nagyon kellemetlen. Az a jó, minél jobban le de ezek jók voltak, működtek, viccesek voltak, tényleg, és mindenki részlet, senki nem húzta ki magát aluluk. Ez volt a legjobb az egészben, senki sem, hogy hívják, hogy üldögélt az asztal, jó, Balázs kivételével, mert ő egy ideig mondom, hogy nem találta a helyét. Nem, az konkrétan elmondom az Instagramos fotót, azt a saját feleségem csinálta rólam, hogy ugye még bementünk, és még a fele csapat kint van, illetve a másik csapat az elment valamilyen feladat, az én csapatom már elment feladatot is menni, és hirtelen azt látom, hogy egyedül vagyok az asztalnál. Hát mondom, ott akkor megnézem a telefonom, iszom valamit, tudod. Erre azt látom távolról a Viki. És már csinálja a fotót. Az ember, ha nem a nehéz. Az álmodom, ezt ki kell rakni az Instára, annyira rögtön megmutatta a képet, két nyomorult kép, ott ülök egyedül. pont azt a pillanatot kaptál, amikor senki nem volt az asztal környékén. Tudod, a csapatjátékos. Mekkora buli van. De élvezi. De jó, tényleg jó volt. Jó volt. Jó volt. Meg szép a hely nagyon. Nagyon rendben van. Tavasszal kell oda menni nyáron. Mi is. Igen. Tök jó lenne, mert hogy elképesztő jól nézhet ki. Nagyon szépen rendben van tartva, meg ez millió fa, meg bokor, meg zállatok is. De jó és volt. És akkor reméljük, hogy nem lesz karaoké sem, mert az... Ja, na... Az, hú, az erős volt. Azért kár volt. Az a baj, hogy én ott mentem el ilyen 11:30 körül aludni, az mikor már ott már mindenki nagyon durván énekelt, meg minden, és már ott többen a nyakamba borultak, megorvázták. DJ ott itt vártuk nagyon, de nem volt szett. Nem volt szett. Elcsesztük. Nem. Viszont volt egy nagy karaoke gép, amit azt hiszem egy másfél-két óra alatt sikerült a kollégáknak életre
kellene kelteni az elején, az nem is volt baj, hogy addig nem szólt, és utána viszont te. Hát én a száguldás Porsche szerelőnél összeöntöttem mindent, amit az asztalon találtam, meg is. Visszalátásra. Tehát, hogy ott, akkor ott, a buli elején távoztál. Hát ott volt, fogyott el nekem ott a türelmem. Aztán még visszamentem egy picit, de akkor meg belefutottam egy fresh számba, és akkor mondtam, hogy jó, de jó, hogy el voltam, és most már... Mintha én kevertem volna akkor. Jó volt, tényleg jó kis buli volt. Jó volt, igen, lehetne többször is. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Visszatérve erre az Uber dologra, szóval, hogy én nem utazom, de én szerintem előbb-utóbb mindent utolér majd ez, amiről ez az egész dolog szól. Ja, hogy van egy rendszer, ez a régi, a taxis rendszer, igen. És jön egy új, ami ezt ki tudja váltani. Igen. Aha. Tehát megszabadul minden olyantól, amit utálsz a taxizásban, a 100 000 éves drosztot, a diszpécsert, a recseggő, CB rádiót, a taxióra, a borra való, az összes annyira idejét múlt egyébként, és jön egy cég, aki azt mondja, hogy van egy logisztikai hátterem, van egy átlátható személyszállítási rendszerem, fele annyiba kerül egyébként, 2 perc alatt ott vagyok. Hát akkor változtatni kell. Szóval... Uh-huh. Tehát mondjon fel az összes taxis, és legyen uberes. Nem ezt mondom. De most azt mondod, hogy volt egy szakma, igen? Volt egy szakma, ami működik mondjuk 50 éve, nem tudom hány éve, de 50-60 éve van taxi, és annak most vége. Te most ezt prognosztizálod, hogy leáldozóban van a klasszikus taxizás. Abszolút leáldozó. Én utat szempontjából mondom, hogy csak kapok valamit, ami egyébként ellenőrzött, és az Uber azért ellenőrzött, ha gyorsan ott van, és a fele annyi ér visz, akkor miért ne azzal menjek? Te én értem, hogy ez nekik nem tetszik, és én most nem leszek népszerű a taxisoknál, de ha ez egy jobb rendszer, és értem, gyorsabban jön a kocsi, és fele annyiért viszel, hát akkor miért nem mennék azzal? Nem? Mondtam, felhasználó szempontjából abszolút érthető a dolog. A rendszer, nincs persze. Is kérdés benne nyilván, hogy az olcsóbbat választott, ha esetleg jobb hogy... is, akkor... Én elmondom, mit kéne szabályozni. Azt kellene szabályozni, hogy ne menjen bárki taxisofőrnek, ne az legyen, hogy egy budapesti fővárosban van 6000-8000 taxi, amikor egyébként 2000 is elég lenne. Nem azért van egyébként, nem azért nincs nekik munkájuk, mert mi nem akarunk taxival menni, azért nincs nekik munkájuk, mert rengeteg taxis van kint. Már mindenki, aki gondol egyet, az elmegy taxizni, ennyit nem tud ellátni a főváros. Most szabályozták. Szabályozták, de ennyit nem tud ellátni a főváros. Vegyenek vissza a számból, legyen kevesebb taxi, és akkor nekik is több munkájuk és több pénzük lesz. Tehát, hogy... Szerintem a szolgáltatás minőségével nincs gond. Tehát, hogy a főállású taxisok ugyanazt a szolgáltatást tudják nyújtani, sőt, sokszor még profit módon, mert egyszerűen azért, mert hogy 1000 éve csinálják, ismerik a város, mint a tenyerüket, stb. Tehát, hogy szerintem ilyen recsegő CB rádió meg ilyenek már nincsenek. Tényleg olyan autót kérsz, amilyet akarsz, nem dohányzót, bankkártyával is fizethetsz, 1000 olyan szolgáltatás. Hát próbálják modernizálni, persze. Ami gond van, és ami miatt ők is kimennek az utcára, az, hogy a taxizásnak olyan járulékos költségei vannak, hogy ugye nem tudják egyszerűen kitermelni, vagy csak nagyon nehezen. Tehát annyi mindent kell fizetniük annyi felé, hogy ez itt a probléma alapvetően. Tehát megkockáztatom is az Uber ellen kellene tüntetni. Hát én nem ubereztem, de hogy látod, hogy kijön, érted? Igen. Látod, hogy hol tart az autód, föl tudod venni a sofőrrel a kapcsolatot egyébként, szóval baromi jó. Ez baromi jó rendszer. És nézem a térképen, igen, hogy hol az én autócskám, ott jön a kis autócskám, beszélek a sofőrrel, kicsit ott mi csetelünk, megjön az autó, elvisz, nincs pénzforgalom, semmi. Hülye borravaló azért érdekes a dolog, mert az Uber eredetileg ugye arra alakult ki, hogy úgynevezett közösségi taxizás, igen. Tehát a zsűl innen megy hazafelé, és útközben valaki beugrik hozzá, beszállsz a benyapénzbe, és elvisz. Igen ám, de ezt ugye élelmes emberek fordították, azt mondták, hogy ő oda megy, ahova te mondod. Igen. Tehát ő nem egy bizonyos és bizniszt csináltak, egy közösségi kezdeményezésről. És pénzt csináltak belőle, egyébként el nem ítélhető módon. Ugye? Tehát miért ne csinálnál? Hiszen nincs leírva, hogy te nem mehetsz akármerre a városban, csak amerre eredetileg. Igen, ha neked van egy hambisod, akkor nem szólhatsz, hogy akkor most két utcával lejövő, vagy egy utcával, vagy szembes réhen valaki nyit egy hambist. Ja. Hát ha valaki jogszolgáltatásokat nyújt, akkor az ember nyilván oda megy. Ettől függetlenül én azt mondom, én például szívesebben választom a profikat. Mint sem. Aha. Az ilyen alkalmi autósokat. De nem mert ez már mennünk, de ez már nem így van. Hogy... Tehát ez már nem, ők már nem alkalmi autósok. Tehát nekem olyan komolyan be kell regisztrálnod, erkölcsi bizonyítvány kell hozzá, lefotózzák az
autódat, tehát ezért ez nem úgy van, ez az Uber, hogy én ma kitalálom, hogy Uberezem és holnap elkezdem. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez már ezen bőven túlmutat. Az, hogy te ki mögé ülsz be, a sofőr leinformálható, az autóját lefotózzák, erkölcsi bizonyítványot kell, hogy legyen, megnézik, hogy hány semmi büntetőpontod van, van-e büntetőpontod. Tehát ezt nagyon komolyan adminisztrálják most már. Tehát a hosszú-hosszú procedúrának kell keresztül menned azon, hogy te mondjuk uberezhessél. Na, de van valakink, aki uberezik, egy sofőr, aki bejelentkezett hozzánk. Dávid, hello, jó reggelt kívánunk, ciao. Hello, sziasztok, jó reggelt, és jobb reggelt mindenkinek. Jobb reggelt. Tüntetnek ellenetek, hát idáig jutottunk. Hát a tancsabb ezt megénekelt, jó, hogy velünk van a sajtó, úgyhogy igen, ez a helyzet. Igazából én csak annyit akartam volna hozzátenni a műsorhoz, a szeri által elmondottakkal egy picit szembe menve, hogy volt pár tévedés abban, amit ő elmondott, tehát igazából nem egy olyan rendszerről van szó, ahol anonim sofőrök beregisztrálnak interneten, mint mondjuk egy bármilyen társkereső oldalon, hogy lehetőség van mondjuk a személyadonságunkat megváltoztatni. Tehát nálunk a cég, ez egy cégről beszélünk, tehát nem egy valamilyen banda, akik ezt ilyen partizán módon csinálják. A cég az minden létezően személyes adatot elkért tőlünk, ami által mi nem vagyunk anonimak, beleértve személyigazolványok, a jogosítványon keresztül, ami nem lehet friss, tehát nem egy tegnap vizsgázott friss autós fog értet venni, belépve minden ilyesmit. Tehát aki beül mögétek, ő tud mindent rólatok? Nem, a cég tud mindent. A cég tud mindent. Egyrészt, de viszont ugye a Feri által elhozott egy olyan, hogy itt mi van akkor, hogyha egy sofőr visszaél azzal, hogy ő felvesz valakit, kiviszi a városból, kirabolja, megerőszakolja, bármi ilyesmi. Na most egy dolog biztos. Nálunk minden sofőrnek a friss erkölcsi bizonyítványa le van adva benne a cégnél, és nem dolgozhat büntetett előjeletű személy az Ubernél. Hát, ebben nem látok összefüggést, hogy egy nem büntetett előéletű mélyen csinálhatna ilyet plusz. Ebben maximális igazad van, de akkor kérdem én, tehát azt mondtad, hogy ez nem tudható. A taxisnál tudható. A taxisoknál még ennyi sincs. A taxisoknak legalább 60-70%-a lehet, hogy büntetett előéletű, mert ez erős feltételezés azért. Igen, de értem, hogy mit akarsz mondani, de nálatok van, náluk nincs. Akkor inkább úgy mondom, hogy nálunk ez szűrve van, legalább annyira, amennyire szűrve lehet. A taxinál viszont ilyen követelmény nincsen, annál is inkább, mert sokan azért taxiznak, mert nem vennék fel mondjuk egy olyan munkahelyre, ha ezt igazolni kell, mert nem lenne alkalmas. Sok ilyen különösen van nekem is. Tehát ez az egyik. Hát szerintem a taxis társadalom azért az utóbbi pár 5-10 évben nagyon sokat normalizálódott. Tehát rendezettek, kultúráltak, normálisak, ez a hiénázás, utas lehúzás, óra kapcsolgatás, azért ez már a múlté. Legalábbis hát szerintem az utóbbi pár évben nagyon sokat javult egyet. De én most hangsúlyozom, hogy nem a taxisok ellen szeretnék beszélni. De várj csak, hogy ezt egy kicsit, hogy te ebből élsz, vagy ez neked egy hobbi, hogy néha egy kicsit überezel? Vagy neked most ez a fő foglalkozás? Akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy van, akinek ez teljes állású bevétel, van, akinek ilyen kvázi mellékes, van, akinek teljes mértékben gyakorlatilag alkalmi, tehát amikor éppen olyan kell, akkor bekapcsolja, és elvisz valakit valamikor éppen. És te mit csinálsz, Dávid? Csak próbálom személyesíteni a dolgot, tehát te melyik én vagy? Én ebből élek per pillanat. Ebből élsz. Mm-hmm. Hogy megy a dolog? Te kint vagy az utcán, és ugyanúgy kapsz egyszer csak a telefonodra egy jelzést, megkapod a címet? Gyakorlatilag igen, tehát ez egy teljesen internet alapú applikáción keresztül működő történet, amivel igazából tehát a taxisokkal az a baj, hogy ők ezt nem ismerik annyira, mint mi, és ők azt gondolják, hogy ez csak is kizárólag a pénzről szól. Ebben persze van igazság, hiszen nyilvánvaló, hogy az Ubernek a magyarországi elterjedése az jelentősen, hanem teljesen annak köszönhető, hogy az árai. Ebből élsz például. Hát ebből élsz, hát persze, hogy a pénzről szól, ahogy nekik is a pénzről szól. Mennyi idő alatt kell címen lenne? Csak próbálom a normál taxizással összehasonlítani, hogy mindenki levonja a konzekvenciát, hogy melyik tetszik neki jobban. Tehát megjön a cím, onnantól kezdve ti garantáltok valamit, hogy... Így van. Inkább úgy mondom, hogy amikor te egy taxit kérsz, mondjuk, akkor igazából te kapsz a diszpécset, hogy körülbelül egy 10-15 perc mondjuk ezt mondja, és innentől fogva neked semmi fogalma nincs arra, a taxi éppen hol jár. Nálunk, mivel egy GPS alapú az egész, ha te egy taxit kérsz, minden esetben a hozzánk legközelebb eső autót kapod, tehát gyakorlatilag a taxi esetében mondjuk teszem a taxisként, én vinnék ki Dunakeszire egy utast, és kapok a rádión, bedobnak egy ilyen címet, hogy Dunakeszi mit tudja, milyen utca, akkor lehet, hogy rá fogok kapni a gombra, és megnyomom. Nem tudsz már gombra, nem tudsz gombra kapni, mert úgy osztja ki a gép, tehát ez a régi idő, értem a felháborodásodat, én nem akarok egyikőtök mellé sem állni, csak egy picit most átbillentél, tehát ez nem így van, kézzed, már gyűlölet van a hangodban. Jó, akkor mondok mást, jó, csak várj, csak ezt tegyük tisztába, tehát ne hagyjunk olyan nyomot az emberek, ma már ez nem így van, ma már ez egy szoftver alapú dolog, ugyanúgy a taxisoknál is nézik, hogy ki van a címhez közel, de, és a diszpécser kiszórja egy szoftveret, tehát azért ez már nagyon ritka, hogy rányomsz, és utána behazudod az egy percet, és negyed óra múlva megérkezel, tehát már nem így
működik. Kb. Egy néhány órája aki mellé csak úgy beszélgetni beültem. Ez úgy működik annál a cégnél, ahol éppen én most ültem 2 órája, hogy a körzeten belül vannak autók, és kapnak egy sorszámot. Tehát van olyan, hogy te valakihez közel vagy, mégsem te fogod kapni a címet, mert gyakorlatilag próbálják a taxisok között elosztani ennek a egába az arányait. Tehát inkább úgy van, a kerületen belül fogsz kapni. Igen, egy de osztáson nem nyomsz a gombra. Oké, nincsen. Nem vagyok taxis, viszont nálunk egy biztos. Minden esetben egy ember kapja a címet, a legközelebbi, aki hozzá van, és csak akkor változik a személy, hogyha te azt nem fogadod el azt a címet valami oknál fogva. Ebből kifolyólag az Ubernek azt hiszem, hogy valami 13 perc 2015 évelején még az átlagos kiállás ideje, ami évvégére kb. 5 percre csökken, most pedig 4 perc környéken járunk. Perpillanat 2-3 perc alatt adunk egy címet. Oké, nálatok nincs pénzmozgása, jól tudom. Ugye, tehát nincs borravaló, mennyit fizet, tehát az ügyfél kártyájáról levonják, neked így pedig van. Utalnak, jól mondom? Így van. Nem utal, igen, a cég utal, de a fizetés minden esetben az ügyfélnek a bankkártyáján keresztül történik, ami egyébként egy biztonságot ad oda-vissza, tehát a taxisnál van készpénz. Régebben hallottunk ilyen taxisgyilkosságokról, meg egyebekről, lehetőség volt egy taxis kivinni a városból, jó messze, és ott bármi történjen vele, nálunk ilyen ez nem nincs. Történhet. Nem akarok nagyon a zsebedbe turkálni, csak nagyságrendileg kérdezem, mert nyilván ez érdekli az embereket, ahogy egyébként engem is persze, meg hát jön a kérdés, hogy körülbelül nagyságrendileg ebben az ember, ezzel az ember egy hónapban mennyit keres, nem? Ha nem akarsz pontos összeget, nem kell, csak nagyságrendileg, hogy mennyire lehet ebből megélni. Ha nem haragszom, mert nem szeretnék erre pontos összeget válaszolni, ennek több oka van, viszont inkább megfordítom a dolgot. A taxisok ugye panaszkodnak, hogy mi visszük az utasaikat állítólag. Na most várj, jó, de hagyjuk már egy picit a taxisokat, benned valami olyan gyűlölet van a taxisok iránt, amit nem is értek. Miért nem lehet arra válaszolni, hogy nagyságrendileg? Nem mondd meg pontosan, körülbelül kérdezem. 100, 200, 300. Igen, 200, tehát nem kell megmondani, csak körülbelül, hogy ebből meg lehet élni, ha én holnap úgy döntözöm, hogy uberezem, akkor meg tudok-e ma ilyen viszonyok közepette élni, vagy nagyon nagy harc van, és nektek is nagyon kell küzdeni. Csak körülbelül egy összeget. Valószínűleg jobban, mint egy taxis. Tehát mondjuk 100 ezer és 200 ezer között talán... körülbelül? Még egyszer? 100 és 200 ezer között körülbelül? Ha nem dolgozom sokat, akkor igen. Hát gondoljuk, hogy jobban, mint egy taxis, mert különben most ti lennétek kint az utcán, és tüntetnétek ellen. Tehát ha sokat dolgozol, akkor akár 200 ezer forint felett is tud az ember Uberrel keresni. Igen. És talán, jó, az oka annak, hogy nem beszélsz a pénzről, mert nem adózol utána? Nem, az oka az, hogy az emberek van egy hangja, amit az éjszakában ismernek azok az emberek, és nem szeretném, hogyha akár a pár ember, aki... Ha, de nem adózol utána. Miért ne tenném? Adóköteles? Ez a pénz, ami neked jön? Hogy a fenében? Persze, tehát igazából az emberek minden egyes jövedelme, amit kap, az adóköteles, ez bankszámlára történik, ennek a pénznek az érkezése, innentől fogva az adóhatóság által ez bármikor látható. Uh-huh. Ha valaki nem teszi meg, azt teszi meg, hogy nem adózik a saját bevétele után, lehet a Fürtös Karácsony, vagy épp a Mikulás karácsonykor, akkor meg fogják bírságolni az adóhatóság ellenőrei, és erre minden jó kis okuk megvan, tehát ezzel semmi gondunk nincsen. Aki bevallja a jövedelmét, leadózza, jelen pillanatban az nem követel szabálysértést. Én vittem haza navos utast nem olyan régen überesként, aki engem hívott, és vele beszélgettem erről, és közölte velem, hogy nem kell aggódnunk a NAV miatt, mert jelen pillanatban nem tudnak minket milyen módon megbírságolni. Nem tudnak mit csinálni. Sofőrként nem. Attól nem féltek, hogy előbb-utóbb ti is sokan lesztek, mint a taxisok, és ti is éjjel haltok? Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban 4,5 taxi van Budapesten, inkább azon kéne elgondolkodni, hogy annak a számát lehet, hogy még időben le kell volna fordítani. De úgy értem, hogy előbb-utóbb mindenki uberezni fog, tehát akkor ti is sokkal lesztek, és az utas ugyanolyan kevés lesz, tehát ez most még kifizetődő, de 5 év múlva lehet, hogy oda juttok, ahol most a taxisok vannak, hogy túl sokan vannak. Elállok egy titkot, kb. 2 hónapja még az Uber rohadtul kereste a sofőröket és toborozta az embereket. Momentán hiába vesznek föl, nem aktiválnak. Tehát Uber pillanat limitált a sofőröknek a számát annyiban, mennyi most olyan pillanatban, és addig, amíg nem érzi úgy, hogy elfér még több sofőr a piacon, addig nem fogja őket aktiválni. De persze, nincsen tag felvétel, pont ezért. Mennyivel vagytok olcsóbbak, mint én? Tehát 270, mennyi most a fix kilométer? Ugye fix kilométer van már 280. A taxinál, 280. Ahhoz képest ti mennyit vállaltok egy kilométer, vagy az Uber mit mond? Majdnem a fele. 165 forint per kilométer, 350 a kiállási díj és 30 forint per perc. Aha, és a cég adózik utánad, és a cég adózva küldi már neked a pénzt? Jelen pillanatban ugye a BKK-val meg egyéb ilyen szervekkel volt egyeztetés alapján, az Uber per pillanat kötelezi a sofőröket arra, és nekem is 2 héten belül a hiányzó vizsgáimat le kell tennem, mint hogy mindenki másnak, van, aki ezt már megtette, tehát létező összes olyan vizsgát, ami a taxisoknak van, belértve a PAF2-t, a személyszállítóit, minden ilyesmit, az Uber per pillanat elvárja. Ha a megadott időponton belül ezt nem tesszük meg, akkor minket kitiltanak a rendszerből, viszont hogyha a megadott időponton belül február végéig megtesszük, az Uber meg is téríti ennek a költségét. Tehát az Uber mindent megtesz, mint cég azért, hogy megfeleljen a létező összes olyan követelménynek, amit elvárható a személyszállítóktól. Csak ugye eddig erre nem volt... Nem volt rendelet, így van. Na van egy taxisunk is, Rudolf, aki itt van. Hello, Rudolf, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Te éppen a Deák téren? Én éppen a Deák téren, igen, igen. Az Uber ellen, ugye? Jól tudjuk. Természetesen, igen. Na, hát közben mi egy Uberessel beszélgetünk. Te hallgattad ezt a beszélgetést? Természetesen, nagyjából elcsíptam a lényegét. És még jobban felhúztad magad. Hát, nem vagyok egy ideges típus, de nem tetszett annyira a dolog lényege. Na, ugye mi beszélgettünk már itt az előbb, hát sok mindent hallottunk, ugye Dáviddal beszélgettünk. Na most mi a baj azzal, amit Dávid mond szerinted? Vagy mi a baj az Uberrel? Hát baj az vele, ugyebár, hogyha de most elkezdesz rádiózni például, én meg otthonról kiszolgálom a célközönségedet, elveszem a kenyeredet, az alapvetően egy probléma forrása szerintem. Hát az még várja, az nem ok. Tehát az, hogy születik egy konkurens, ez egy piaci alapú dolog, tehát az még nem ok. Tehát ha nekem születik egy budapesti rádió, ami nem sokára megszületik, akkor én nem mondhatom azt, hogy ők nem működjenek, mert elveszik a hallgatóimat. Tehát ez egy piaci dolog, ők befértek persze valahova, lehet, hogy igen, bizonyos területen mondjuk jobbat szolgáltatnak. Mivelük az alapvető baj? Miért tüntettek? Hát az alapvető probléma az, hogy gyakorlatilag ugye, amit mondtam, hogy elveszik gyakorlatilag előrünket. Másik dolog, hogy nem felelnek meg olyan kritériumoknak, amiket nekünk meg kell felelni. Például az, hogy az autóknak a műszaki állapota meg van határozva, a gumiknak az állapota meg van határozva, meg kell felelni kritériumoknak, amik nekik nem kell megfelelni, ugyebár. Itt vagy, Dávid? Itt vagyok, figyelek egyébként. Csak kíváncsi vagyok, hogy szólj közben nyugodtan, hogy nincsenek ilyen kritériumok az autó állapotára. Úgy tudom, hogy lefotozzák az autót például, nem? Tehát alapvető elvárások mindenképpen vannak. Abban, amit a taxis kollega mondott, hogy gyakorlatilag ilyen van igazság, de mint mondottam volt, az Uber per pillanat megtesz mindent annak érdekében, hogy bármilyen fajta ilyen hiányosságot pótolja. Tehát nálunk sem lehet 10 évvel idősebb autóval dolgozni például. A forgalmi engedély, fotók az autóról, minden pont úgy megvan, nem lehet az autó sérült, meg sorolhatnám, de ettől függetlenül ugye abban igaza van a kollégának, hogy nekünk nincsen kötelezővé téve ez, hanem az Uber elvárja, ami egy személyes elvárás, nem egy hatósági. Viszont, hogyha tehát a taxisok nem azt mondják, hogy ez ellen tüntetnek, hogy nekünk a szabályozásunk a szigorítság, hanem azt mondják, az Uber ellen tudám menni. Na most, hogyha azt mondják, hogy az Uber feleljen meg ugyanannak, aminek a taxik, akkor ez meg fogja tenni. Ez így van egyébként? Ezt mondjátok? Rudolf, jól értem? Tehát, hogy ne az, hogy szabályozzák, hanem hogy ne legyen, Rudolf, ez a tüntetés cél? Nekem személyes problémám volt ez, de alapvetően igen, tehát jó lenne az, hogyha a taxi lenne a taxi, és a személyautó maradna, és szerintem ez így van rendjén. Alapvetően taxi személyautó. Igen, de személyszállítással foglalkozik, tehát személyautó az maradjon személyautó. Ezért fog megtörténni az, hogy a személyszállító vizsgát kérik az autóra ugyanúgy nálunk is, mint nálatok. Rudolf, ti hogy kapjátok a címet? Jól mondjuk, hogy ez egy GPS alapú dolog? Természetesen igen. Tehát, hogy nézi nektek is a rendszeretek, hogy ki van legközelebb, és az szerint dobálja a címeket, ugye? Tehát már nincs olyan, hogy rányomsz, mint régen, és utána negyed óra múlva vagy ott. Van olyan is, tehát változó, ahogy éppen történik, nagy részt igen, telefonokat. Meg ez nyilván cég függvénye is, melyik cégnél hogy van. Ja. Igen. Honnan jelen példát. Egyébként, Rudolf, te mint taxis uberezhetsz? Természetesen, hogyha levenném a fóliát az autóról, tehát maradhatna sárga az autó, csak úgy a kockák kellene lekerüljenek, meg a díjjelző táblázatnak, stb. Ja, de taxis autóként, tehát sárga autóval fönt a taxis emblémával úgy nem vállalhatsz uberes fuvart. Én úgy tudom, hogy nem, de igazából nem is nagyon érdekel, tehát nem is néztem utána, hogy uberezhetnék-e, mert nem szeretnék uberezni. Tehát én taxisnak jelentkeztem, taxis vagyok, nem akarok én uberezni. Hát ez egy nagyon gerjed nálunk, igen. Szóval ez egy érdekes dolog, de arra nincs esély, én úgy tudom, hogy megakadályozzák, vagy kitiltsák őket ebből az országból. Ahogy egyébként ez nem sikerült a németeknek, spanyoloknak, tehát minden nagy tüntetések voltak ott is. Valahol van valami országba betiltották. Szabályozták? Hol? A franciáknál talán? Rudolf, te tudsz olyan taxisról, aki uberezik egyébként? Olyanról hallottam, aki átpártolt, de ő is mondta, hogy vissza fog jönni, mert már nem olyan jó. Olyan taxisról, aki konkrétan mind a kettőt csinálja, egyszerre nem tudok. Tehát már volt olyan kolléga, aki azt mondta, hogy szevasztok gyerekek, elmentem uberezni, tényleg? Igen, 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 van olyan az ismeretség körömben, de jön vissza taxizni, mert mondta, hogy hát ez nem. Hogy érzed, a taxis társadalomnak milyen a renoméja egyébként? Javult az elmúlt 5-10 évben? Hát mindenképpen javult, főleg mióta egységesítették az egész történetet, tehát sárgának kell lennünk, konkrétabban meg sokkal jobban ellenőrizve vagyunk, azóta biztosan. De ezzel a tüntetéssel, a bizalom az mindenképpen nő. Ezzel a tüntetéssel nem tesztek jót magatoknak? Hát aki kicsit gondolkozik és úgy körülnéz a nagyvilágba, azért az talán megérti, hogy miért csinálják mi ezt. Aki nem, az meg talán amúgy se egy olyan ember, aki úgy... Na de várjál, tehát én mint utas most azt mondom, hogy ha van az Uberes, aki olcsóbban visz, és ugyanolyan ellenőrzött, még van egy taxis, aki drágább, de tüntet, akkor én most jelen pillanatban inkább az Ubert választom. Igen. Hát igen, mert tehát
ugyanolyan ellenőrzött lesz, mert azt ígérik, de most még nem ugyanolyan ellenőrzött szerintem. Tehát ő még nem felett meg a pályalkalmassági vizsgán, ő még nem tett etikai vizsgát, és bizonyos cégeknél még vezetéstechnikai tréningre is megyünk. Aha, Dávid, itt vagy? Ezt is megszápolnám egyébként, mert ő még nem tett, az nagyon sok sokfélünkre egyébként nem igaz, mert van, aki már túl van rajta, van, aki még nincs, persze, ez hetek kérdése, hogy mindenkinek meg legyen minden olyan papírja, amiről most beszélünk. Tehát igazából ezen dolgozik a cég, hogy mindenkinek ezeket pótolja, akinek eddig nem volt meg. Tehát nem ezzel van a gondunk. A másik pedig, hogy rengeteg utassal beszéltem és rákérdeztem erre, hogy ha esetleg bekövetkezne az, hogy minket is bevisznek a taxis rendelet szerinti követelmények alá, és teszem azt mondjuk, a mi tarifánkat is föl kell kötelezően vinnünk 2-8-ra, akkor mi fog történni? A válasz 100-ból 100-szor az volt, hogy aki az Uber átért, azt mondta, hogy ő ettől függetlenül nem fog többet taxira utazni, mert tapasztalat alapján ezt a szolgáltatást választja. Ennek lehet oka az, hogy gyorsabbak vagyunk, lehet oka az, hogy minőségben más tudunk, sok minden lehet oka. Igazából azt gondolom, hogy innovatív applikáció, meg innovatív rendszer alapján dolgozunk, ami a taxinak sincsen megfizetve. A taxis cégek is dolgozhatnának sokkal jobb rendszere, mint amilyen jelen pillanatban ezt teszik, viszont valamiért ők ragaszkodnak a 30 évvel ezelőtti diszpécseres megoldáshoz. Ez nem a taxis társaság ragaszkodik maximum, hogyha... Tehát ez nem a taxisoknak a hibája. Igen. Na jó van, már köszi, hogy elmondtátok mind a ketten, meghallgattuk mindkét oldalt. Aztán majd mindenki dont. Köszi nektek. Jó tüntetés, jó munkát, jó tüntetést mindenki. Hát hajrá, győzzön a jobbik, győzzön az erősebb. Jó, mondjuk, hogy a taxisok... Jó pihenés kívánok a dugóban. Nem volt szép azért, nem volt szép. Nem mindig a taxisok tüntetnek azért mások is. Tehát ennyit adjunk meg nekik, mint lehetőség. Köszi Rudolf, köszi, sziasztok, ciao. Köszönjük szépen. Hello. Sziasztok. Hello. Jó, mondjuk, hogy a taxisoknak jó tüntetés kívánsz és be is következik, akkor betiltják az Ubert. Na, de ki übereli az Uberest? Ja, hát. Tényleg, igen. Figyelj, én mint utas, én kipróbálom. Én volt, egyszerűen elindultam az alkalmazás letöltésébe, de agyvércés kaptam, és abba hagytam. Ja, meg kell adnod adatokat, szépen bankkártyát. Nem sofőrködés, csak egyszer elutazom akkor egyet. Akkor is megyek. Kell bankkártyát, adatot meg hát kell persze, adnod, mert arról vonják. Hogy... Én maradok a profiknál továbbra is. Független attól, hogy például ennek a felírásnak a szövege, szerintem egyébként, tehát hogyha valaki olvasta ezt, én egyszerűen nem értem, hogy miért nem fogalmazzák meg normálisan. A követelések? Kultúráltan. Igen. A taxis követelések? Kultúráltan. Kiállunk tehát, a törvényben garantált jogainkért, és követeljük a jogtalan állapotok azonnali megszüntetését. Ez nem olyan, mint a 12 pont. Egy picit az. Fegyverbe! Követeljük az Uber és a többi illegális személyszállító azonnali betiltását. Hát azért nem, igen, menjél tovább, mert ott vannak. Követeljük a büntetések azonnali kiszabását az összes említett vállalkozás és azok szereplőire, sofőrök. Követeljük az Uber alkalmazás azonnali kikapcsolását. Oldják meg és kész. Na, ez zárójelbe. Oldják meg és kész. Oldják meg és kész. Követeljük a legális taxisokkal kapcsolatos elvárások normalizálását. Célunk Tarlós István főpolgármesterrel megértetni a jelen állapot tartatatlanságát. Célunk az országunk vezetőinek a figyelmeztetése, hogy nem vagyunk birkák. A helyzet megoldásának kitalálása, módja és kivitelezése nem feladatunk. Az érdekvédőink nem védenek, hanem taposnak rajtunk, a fuvar szervezők is. Nem politikusok vagyunk, hanem taxisok. Mi az utcán vagyunk jók, de ott nagyon. Na, hát szóval egy kicsit komolytalan a felhívás. Ez az egyik, a másik. Akik meg létrehozták ezt az egész szar helyzetet. Közgyűlés, BKK, Putyin, Obama, Merkel. Na, tenye, mi érdekel minket, hogy kicsoda nagyon gyorsan kezdjenek kapkodni, hogy helyrehozzák. Ilyet nem lehet beadni. Nem, ilyet nem lehet. Ő itt Józsi. Józsi sok időt és pénzt ölt abba, hogy embereket fuvarozhasson. Nem mondott, hogy rajzol. Józsi, az is unja már. Figyelj, de figyelj. Unja már, hogy a törvények betartását csak rajta kérik számon, ezért január 18-án az utcára vonul. Józsi hisz abban, hogy egy jogállamban a jogkövető ember nem húzhatja rövidebbet. Józsi nem tűri tovább, hogy a szájába janak. Ne! De. Itt van. Pedig én azt gondolom, hogy pont... De srácok, így ezzel a stílussal nem lehet. De sajnálom. Nem lehet, meg be nem jelentett tüntetés. Ez a szöveg, ilyen stílusban. Én mondom, hogy én a taxisok mellett vagyok olyan tekintetben, hogy én elégedett vagyok a szolgáltatásaikkal, én szeretem a profikat. Nagyon-nagyon régóta nem csalódtam egyetlen fuvarban, illetve fuvarozóban sem, de attól függetlenül azt gondolom, hogy ez másfél stílusban is ezt az egészet elő lehet adni, nem? És olyan sokat normalizálódott az ő helyzetük. Szép ruhában jönnek, normál autókkal, teljesen rendben vannak a szolgáltatások.
nyilván hiénák még mindig vannak, lehúzások mindig vannak, de hogy azért nagyon sokat javult maga a taxis társadalom megítélése is, munkája, meg hát tényleg az utasok elégedettsége. Én mindig ugyanaz a társasággal, ugyanannak a társaságnak a szolgáltatásait veszem igénybe, és én tökéletesen elégedett vagyok. Jó, van, nem kell nyalerkedni, ne fossá, elvisznek ezen túl is. Most egy ilyen megszólítani, most nem kell egyből izé, csak is lett a gatyó 12 perc múlva légy. Csak is lett a gatyó egyből, meg kicsit itt most beszóltunk valakinek, igen. Nem, de hát a követelés stílus azért az elég érdekes, igen. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Viszont nem tudunk elmenni egy téma mellett, amiben nyilván te otthon vagy, és a professzora vagy, és nyilván téged is érdekel, hogy mi lesz a végkimenetele. Ez a még azért nem kirobbanóban lévő, de egyre inkább begyűröző dopping botrány a teniszben. Egyre többet lehet olvasni róla, hogy adott esetben top 50-es játékosok is érintve vannak, sőt, van állítólag egy Grand Slam páros, illetve egyéni győztes is, aki érintve van elég vastagon ebben az ügyben. Mi a helyzet? Tegyél kapcsolatba mindenféle. Igen, kapcsoljuk. De kapcsolj ki Melbourne-be. Jó, várj, kapcsolj ki Melbourne-be, jó? Átveszem, mint helyi tudósító. Melbourne legyen. De úgy kapcsolj ki, ahogy az M1 kikapcsolt, ugye Burkina Fasóban történt az a szörnyű merénylet, ugye? És azt mondták, helyszínen van tudósítónk. Az megvan ez és a történet? Igen. Kapcsoltam. Nem akarok nagyon más témába kezdeni, csak kapcsolj majd ki így, jó? Tehát ott van a helyszínen Szolnokon a Melbourne-i tudósító. Igen. Ugye az M1 kikapcsolt, hogy ott van a helyszíni tudósítónk Burkina Fasóban, mire egy csávó bejelentkezett 4000 km. Erre Burkina Fasótól. Én itt vagyok Egyiptomban, nem sokat tudok én sem, mert nem vagyok sokkal közelebb a történethez. És kiszámolta, azt hiszem a 444, hogy Burkina Fasó Budapest, mit tudom én, 4800, Hurgada, vagy Sharm el-Sheikh Budapest, az nem tudom mennyi, tehát annyival volt közelebb. Igen. Ha Debrecenben lett volna, akkor is közelebb lett volna. Igen. Helyszíni tudósítunk 4000 kilométerre. Tehát legyek én egy helyszíni tudósító Melbourne-ből, az Üllői utca 102-ből? Igen. Jó, kapcsolj ki, hogy helyszíni tudósítunk ott van a helyszínen Melbourne-ben, illetve helyszíni tudósítunk, és mondd, hogy hol vagyok. A kirobbanó félben lévő bundabotrány kapcsán kapcsoljuk tudósítónkat Melbourne-ben. Halló Balázs, hol vagy? Sziasztok, jó estét kívánok, hát itt már reggel van, itt vagyok Szolnokon. Nem vagyok sokkal közelebb Melbourne-höz, itt már egyébként éjszaka van. Itt ilyenkor azt kell csinálni, hogy a rutinos riporternek tudomással kell venni róla. Mit gondolsz? Melbourne-ben van egy kis kihagyás. Tehát a kapcsolásnál mindig van kihagyás. Tedd föl a kérdést, jó? Vágjunk egymás szavába, és aztán konstatáljuk, hogy ez valószínűleg az időeltolódás miatt. Jó, igen. Azt szeretném tőled megkérdezni, Balázs, hogy... Vágja a szavamba. Nem. A belevágás az úgy van, hogy te átadod a szót, csak megijedsz, hogy én nem kezdek el beszélni, ezért te folytatod, és én a folytatás pillanatában kezdek el beszélni. Így szokták csinálni. Kérjük. Beszéd téma Melbourne-ben, a kirobbanó félben lévő bundabotrány. Balázs. Nem tudom. Így van, beszéd téma. Ja. Akkor te is megállsz, ugye? Abszolút beszéd... Abszolút beszéd téma a múlt nap botrány. És azért értem. Az ilyet riporter, aki megijed a csöntől, illetve a stúdióban, aki szintén megijed a csöntől. De hol van, is? Most tulajdonképpen. Abszolút beszéd téma Melbourne-ben a bundabotrány, köszöntöm én is a hallgatókat. Jelen pillanat Szolnokon vagyok, úgyhogy fingom nincs, mi történik. Visszaadnám a szót a stúdiónak. Köszönjük. Más. És most nézzünk meg egy bejátszás. Még kérdezzél valamit. Jó, hogy benne vannak-e, mint amilyen topjátékosok, vagy valami. Ki lehet az a Grand Slam bajnok, illetve a Grand Slam páros bajnok, aki a hírek szerint érintve van a bunda botrányban? Balázs! Nem azt tudom, szeretem... hogy hallottad... A kérdés... A szó... De mire elkezdeni mondani, addigra a stúdióban az ember megijed attól, hogy nem adta át, de átadta, csak kell, hogy oda vissza. Ja, Istenem, csend van, és tökéletesen egyszerre kezdenek el beszélni. Na, szóval mi a helyzet Melbourne-ben? Ez egy nagyon jó kérdés, én is izgatottan várom. Roger Federer tegnap egyébként lenyilatkozta, hogy neveket szeretne hallani. Mire Djokovic gyorsan lenyilatkozta, és azért ez egy érdekes dolog, hogy 2007-ben vagy 2008-ban megpróbálták megvesztegetni $100,000. Tehát a nagyok is nyilatkozgatnak, de egyelőre nem mond neveket a BBC, csak azt mondja, hogy top 50-es játékosok is érintettek lehetnek, illetve ami durvábban hangzik, az az, hogy az aktív játékosok közül meg nem nevezett egyéni és páros Grand Slam bajnok is van állítólag a gyanús játékosok között, és innentől kezdve melegedik a pite, mert egyéni Grand Slam bajnok viszont nincsen túl sok. Nincsen túl sok.
egyéni Grand Slam bajnokból, ugye hát vannak a négy nagy, meg van még egy-kettő, akinek becsúszott egy-egy, mint tudom én, a Csilicsnek vagy a Vavrizának. Tehát hatan, hát az már egy picit melegebb, igen. Aha. És nyolcan pedig azt mondják, hogy most is főtáblások az Ausztrál Openem, ami azért nagyon durva, és állítólag, ami még fokozza az izgalmakat, hogy Wimbledonban és a Roland Garroson is vásároltak meg meccseket. És azért az kemény, mert ha azt gondolod, hogy egy Challenger versenyen, vagy egy kisebb ATP 250-500-as versenyeken megvásárolnak, de Grand Slamen abból nagyon nagy balhé lesz. És Roger mondta, hogy neveket szerette hallani minél előbb, mert hogy besározza a teniszt, az Ausztrál Opent és mindenkit. Gyoko pedig mondta, hogy nem indult el azon a versenyen, ahol a csapatán keresztül megpróbálták őt befűzni. Tehát nem arról volt szó, hogy fölhívták, hogy Gyoko, akkor veszítsél, hanem arról volt szó, hogy a csapatán keresztül megnézték, hogy valahogy lead egy meccset, ő inkább úgy döntött, hogy azon a tornán el sem indul. De egyébként itt nem arról van szó, hogy két játékos megbeszél, hogy én nyerek, te vesztesz, hanem mivel ugye ez élőfogadás, itt arról van szó, hogy meccsen belül is tudnak bizonyos dolgokat megtenni a fogadók. Tehát mondok egy példát, játszik a Monfils, meg játszik a Nadal, és a Nadal és a Monfils mondjuk összebeszél. És azt mondja, a Nadal 4-2-re vezet, hogy most viszont te 4-2-ről fordítani fogsz 5-2-re. Hmm. Ennek nagyon nagy az otca, és nagyon sokat fizet, ha a Monfils ezt valóban megteszi. És erre is tudok fogadni? És erre is tudsz játék közben fogadni, az és a Nadal nem veszíti el a meccset, csak egy teljesen reális dolog megtörténik, hogy 4-2 első szettes vezetésnél mondjuk elkezd gyengébe játszani, és a Monfils 5-2-re elhúz. Lead 4-re. Tehát lead egy pár bréket, és 4-2-ről 5-4-re fordul a dolog. Nem is veszed észre, viszont hihetetlenül sokat fizetők, ezt megbeszélik, és megteszik 4-2-nél, hogy én most arra fogadok, hogy a Monfils mondjuk visszajön 5-4-re. És ennek brutálisan nagy a kifizetése, tehát ennek mondjuk 16-szoros pénze van, vagy 20-szoros pénze van. Hirtelen azt látod, hogy elkezd dadogni a játék, mert éppen, hogy hívják, már húznám be, fáradt. És akkor egyik pillanatról a másikra van probléma van. Olvastam, hogy van állítólag volt, David Jenkónak volt így egy van, ilyen David Jenkónak, igen. Döntője, amikor hirtelen, hogy nem megfájdult a lába. Most igen. Ilyenkor ők maguk követik el a család, tehát Nadal meg a másik nem. Mókus, akit mondta ez a ilyenkor megkeresik őket, vagy valaki megkeresik őket, hogy vagy kapnak fix pénzt, hogy ezt játsszák meg, aha. És közben a maffia pedig megteszi azokat az occokat, vagy a csapatot keresik meg. Tehát nem arról van szó, hogy Nadal megbeszél az unokatesójával, hogy tesó, te tedd meg, én meg megcsinálom, hanem profi maffiába szerveződött emberkék megkeresik őket, megbeszélik ezt, megbeszéltetik ezt a játékosokkal, és ők valahol közben Szingapurban pedig megteszik, hogy 4-2-nél a Monfils hirtelen elhúz majd mondjuk 5-4-re. És ezzel nagyon sokat keresnek, a játékosokat pedig kifizetik, tehát megvásárolják kilóra. És nem is kell egyébként meccset elveszíteni ahhoz, hanem hogy meccsen belül tudsz te bizonyos dolgokat, amiről az előbb beszéltem, megtenni. Na most a Grand Slam, páros győztes Grand Slam és egyéni Grand Slam győztes, az viszont nagyon érdekes, hogy az ki lehet menni. Se a Murrayről, se a Wawrinkáról, Gyokkoról, Nadáról, Federerről, én nem tudom elképzelni, hogy ők ebbe belemennének, hát az nagyon-nagyon nagy balhé lenne. Úgyhogy orosz szálak vannak a dologban. A ruszkik valahogy ebből se tudtak kimaradni. Igen, orosz szálak vannak, és olasz szálak vannak, azt mondják. De top 10-es játékosokról én ezt nehezen tudom elgondolni. Úgyhogy nagyon érdekes, egyelőre most mindenki mondja a BBC-nek, hogy mondják meg, hogy kik a nevek, csak nagyon nehéz bizonyítani. Ugye nehéz azt bizonyítani, hogy valójában azért vesztette el azt az adott szettet vagy bréket, illetve hogy volt kapcsolat a fogadást megtevők és a játékosok között. Tehát azért ezt baromi nehezen tudják bizonyítani. Úgyhogy, de már volt ilyen, hogy meg 2007-2008-2009 környékén játékosok jelezték, hogy minket megkerestek, baj van, mert megpróbáltak bennünket megvesztegetni, és akkor azt ott kivizsgálták. Tehát ilyen már volt. De ennyi konkrétum, mint ami most van, ez nem. Nem lehet, hogy a BBC ezt csak ilyen beugratónak szánja, hogy azt mondja, hogy tudom a neveket, mert akkor hát, ha valaki kiáll, és azt mondja egy, nem tudom, egy Gyoko, vagy egy Nadal, vagy akárki, a gyerekek, én voltam. Hogy elé menjen a bajnak? Hát a Gyoko szerintem ezért nyilatkozta ezt le gyorsan. Aha. Mert eddig ő azért erről hallgatott. Uh-huh. És most ő elé ment a dolognak, hogyha véletlen felmerül a neve. De akkor tiszta legyen. Igen, illetve a világ elsőket a meccsek utáni sajtótájékoztató megkérdezték, hogy mi a véleményük, ugye? Mert minden meccs után van egy sajtótájékoztató, ahol a játékos levonul és elmondja, hogy játszott. És azonnal a Gyoko is, meg a Serena is megkapta ezt a kérdést, hogy akkor mit gondol a bundabotráról. Gyoko azonnal elő is jött ezzel, hogy 2007-ben megpróbálták, de nem indult el azon a versenyen. Uh-huh. Hát azt én nem tartom elképzelhetőnek, hogy utána ők ezt
ezt. Aha. Tehát ennél mind a csapat, mind ők jobban tisztelik, szeretik a teniszt, tehát ez kizártnak tartanám, hogy itt nagy nevek szóba jöjjenek. De közben mégis azt mondják, hogy vannak nagy nevek. Hát, úgyhogy érdekes, és azért ott van a jó régi trükk, hogy amikor az obékat legjobban, akire a leginkább ég a ház, ugye Rozsi neveket akar, ugye? A Szent Rozsi kezd beégni, mi? Figyelmet? Na ugye? Mindenki. Hát, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, igen. De minden esetre vannak más sportágok, ahol azért többet lehet bundázni, de most ki fog derülni. Itt most borul a Bili. Borul a Bili. Most add vissza a stúdióba szólt. Borul a Bili. Egyébként 30 fok van, zajlik az Ausztrál Open, és Nadal 2-1-re vezet Verdasco ellen, a szó a stúdiója. Köszönöm szépen, Balázs. Itt vagy? Igen, hogy? Itt vagy. De haló, csak azzal... Sziasztok, akkor... viszont... Holnap. Visszaadtam a szó. De akkor... Jó, köszönöm. Jó. Jó estét. Most az időjárásról néhány szó. Ugye, hogy így? Ez tényleg működik. Masszus tévézetnénk is. Híradóban. El kell menjünk egy körkapcsolást megcsinálni. Tegyünk teniszre? Tegyünk. Nem csak közben. Majd csak nem tudjuk, befolyásolni. Az milyen lenne, én ott lennék játszani, és ti meg román keresnétek magatokat, nem? Igen. Bali, csak vagy a főtáblán. Csak egy picit járj. Nem sokra megfájdul a térde. Jaj! Ápolást kérnénk! Balinak a második szed, negyedik, igen, nem tudom, gémjénél ide összeesik, és megfájdul a térde. Nyom egy bukfencet, illetve egy kézen állt, már fájnia kéne, ezt a rohadék magára fogadott. Kíváncsiak egyébként tényleg mindez. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon helyes kis témával foglalkozunk most. Szerintem sok hallgatónak van tapasztalata az összebútorozás utáni csalódásról. Ugyanis történt, hogy Katalin húga beköltözött a luxus lakásba. Eddig se élt azért ugye rossz körülmények között. Pipáról van szó. És hát ugye... Pipa! Ugye? Mondjuk rendben. Jó, oké, hagyok egy fél percet, jöjjenek a szójátékok. Ja, nem, csak kérdezem, hogy érted egy jó pipáért, mert egy lakás jár. Hát basszus. Ugye? De meg milyen pipa? Neked fizetned kell érte a szemét égető mellett. Más meg lakásba költözik, érted? Szóval Pippa Middleton. Ő ugye Katalin húga, és hát meghódították őt, és összeköltöztek, alig, és itt lesz érdekes a dolog, és ebből szerintem nagyon jó kis témát lehet csinálni. Alig két hónapnyi közös járás után úgy döntöttek, hogy Pippa Middleton, Katalin hercegnő húga összeköltözik a rendkívül gazdag, ám de egyébként emellett nagyon jóképű James Matthews-zal, aki hát Chelsea-ben él és milliárdos. Aha. Milliárdos. Tehát Pippa véletlenül se azért egy autószerelőt, egy karosszéria lakatost, vagy ácsmestert választott. Hát ő egy milliárdoshoz költözött. Nem mintha neki nem lenne mit a tejbe aprítania, de közel két hónapnyi együttélés után. És hát ilyenkor jön ugye a meglepetés, amikor az ember úgy költözik valakivel össze, hogy még szerelmes, nem látja, hogy milyen veszélyeket rejt az összeköltözés, illetve nem ismeri szíve választottjának szokásait, tisztálkodásai szokásait, lefekvési, felkelési szokásait, evési szokásait, és mindent, amivel az összeköltözés jár, majd egy adott pillanatban jön az első felismerés, hogy hajaj, hát nem mind arany, ami fénylik. Nem ezt akartam. Ugye? Na most náluk nem tudom, hogy mi zajlik, de két hónap után azért az bátor, nem? Ha csak nem valami nagyon nagy szerelem van. Hát, vagy jogos két hónap után azonnal összeköltözni? Felnőtt embereknél már akár ez is megtörténik. Mire kellene várni? De elvakult az úriember. Pedig hát, ha tudná, akkor mondaná, hogy nem látok a pipától. Ha csak visszatértünk a gyökerekhez. De szerintem nagy a szerelem. Nagy a szerelem, na de vannak érdekes dolgok, amik azért ilyenkor kiderülhetnek, nem? Én mindig gyors költöző voltam, ennek a praktikus... Gyorsan kiraktak? Ne, hát gyorsan beköltöztem a másik helyre. Mindig egy kis fészekfoglaló voltál, mint a kakuk? Én nagyon összejöttem, már ott is laktam. Ennek ugye több oka van, egyrészt, mert hogy nem volt hol, és hát az aktuálisnak éppen véget ért, akkor az újjal oda kellett költözni. De nekem nagyon sok ilyen meglepetésem volt. Az egyik például
a rögtön az az első estén, nem a második estén volt, televízió nézés, kis asztal előttünk, akkor még divat volt az úgynevezett dohányzó asztal, ahová a lány felrakta a kis lábát, zoknit lekapta gyorsan, és elkezdett lábkörmöt nyírni a második estén, de úgy, hogy te közben ott ülsz, és hát próbálkod beszélgetni. Neked pattantak menni. Pontosan, így szép, de Jézus, mert ő körömcsipeszes volt, mert vannak az a... Az nem baj, én is csipeszes vagyok. De a körömcsipeszes az pattan. Én elkapom szájjal. Majd mutasd meg egyszer, hagyd tanuljak, jó? Mert ugye vannak az ollósok, az a könnyebb, az a nem pattan, de a köröm csipesz. Undorító. Undorító. Na, és így elszáll előtted egy. Hát az még a szerelmünk elején volt, de amikor láttam, hogy ez nincs összeszedve se, akkor ott azért elgondolkozol. És amikor a szőnyegben itt-ott tudod, megakad, és ott jönnek valami, karcolja a lábadat. Persze, elesel benne, mert ilyen Monteverest véletük körbei voltak. Az van, nekem kedves édesapám előszeretettel, és nem fürdéstől, amikor már felpúvul a köröm, hanem szárazon, és ez a leggázabb. Az nagyon patta. Szárazon, és így Jézusom. Mennyi ideje voltatok együtt? Hát, egy hete. Egy hete. Na most ugye egy hete szerelmes az ember, minden szép, minden tiszta, minden illatos, minden jó. Úgy megy el az ember randira, megtörténik az első együttlétés, tényleg nagyon idilli. Aztán az összeköltözésnél ugye lehull a lepel, és látod, ahogy szíved választotja, vágja egyébként a csomoluma méretűt. De minden esetre az úgy elgondolkodtak. Mit csináltál? Szóltál neki, hogy a békés együttélés reményében ezen változtasson, vagy kiszedegetted a sonkásszendvicsedből, és beleraktad egy hamutartóba? Sintettem a tányér szélére. Mit csinál ilyenkor egy frissen összeköltözött pára? Arra akarok kiukadni. Szóltál neki? Nem. Nem, mert egy hete vagy együtt, és szerelmes vagy. Hát ráadásul az ő lakása, nem? Az ő lakása. Hát, az úgy nehezebb. Ez egy fura, tudod, amikor így kioktatod. Hát te most elmondhatod, hogy mégse így kéne. Mondjuk, hogy téged elképzellek, biztos vagyok benne, hogy ilyen küche náci vagy. Oda, hát én nagyon. Meg azon kapta magát, hogy mit tudom én, ezért ráüvöltöttél, hogy ezért, hogy a teflon ne vim ezt! Igen, mocsószivacsal nem nyúlunk a teflon. Na jó, de az nem körömvágás. Hát a teflon az nem körömvágás. Úgyhogy akkor nem, tehát ez bennem is később csapódott le igazán. Ott valószínűleg abban a pillanatban, amikor történt az eset, akkor ez nekem le se esett annyira, hogy ez mennyire gáz. Amikor az ember szerelmes, akkor azért a szeme elé egy ilyen kis finoman áttetsző fátyol ereszkedik, és minden megbocsátasz neki. Igen. Nem? Vagy nem veszed még észre. Vagy nem veszed észre. Hát nem akarod észrevenni pontosabban. Tehát, hogy nem akarsz tudomást venni róla. Na most mi van, amikor nincs akkora szerelem, csak összeköltöztök, mert neked van kecód, oda költözik, és akkor azért jobban meglátod ezeket, vagy gyorsabban kiderülnek, nem? Hát én is, ugye? Mert ezt megláttam én is, de akkor nem, egy hónappal később viszont már, akkor kicsit csitultak az érzelmek, egy hónappal később már mondtad, hogy figyelj, nem állj, tehát mégis. Az orrszőrét hol vágta vacsorának? Nem az orrában. Hátát, a hátszőrét. Az a baj, hogy az állánál kezdte elvágni az orrszőrét. Képzeljétek. Képzeljétek el, mi volt az? Nekem WC-be csukós volt. Mi volt? WC becsukós. Tehát, igen, mert először azt hittem, hogy majd becsukja. Aztán, hogy majd azután is becsukja, majd valamikor becsukja, aztán eleresztettem a dolgot, nem csukja be soha. Ne! Nem mondott komolyan. Tehát volt valaki, aki nem volt hajlandó magára zárni a WC ajtót. Így van, pontosan így van, és nagyon fura volt. Én aztán rájöttem, hogy ez egyfajta ilyen klaustrofóbiás tünet. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeret egyedül lenni, vagy meg akarja velem osztani a legbensőbb titkait is, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ő valószínűleg klaustrofóbiás. De miért nem csináltad azt, hogy becsuktad a WC-ajtót, és odaálltál a WC elé, és beszéltél hozzá, hogy ne féljen. Az mindig egy humánusan megoldás. Itt vagyok, kicsi, itt vagyok. Tehát egy nyitott ajtónál? Igen, nyitott ajtónál volt, hogy annyira ideges lettem, hogy leszedtem az ajtót. És óriási fesztivál lett belőle, leszedtem egyszerűen, leemeltem az ajtót, és azt mondtam, nem kell ide az ajtó, úgyse csukod be soha. Ezzel akartad terhívni a figyelmét arra, hogy csukja be az ajtót? Igen, óriás veszekedés lett belőle, mert a félig becsukott ajtónak félig be kell csukva lennie, de olyan nincs, hogy nincs ajtó. De az ajtónak semmiféle funkciója nem volt, mert soha nem volt becsukva. Ez mennyi idő után történt? Tehát körülbelül mikor volt az összeköltözés? Egy hónap, egy év, fél év? Tehát, hogy... Egy hónap után. Azért képzeld el, amikor ott ül életed szerelme a szép, finom randik után, és rákuporod rá a fajancra. De nagynál se kicsi, semminél nem csukott. Semmi? A nagynál az hál' Istennek, igen. Ja, a nagynál becsukta? Nagynál. Ja, most itt... Most gyenge vagy. Hát most azt, hogy pisilésnél itt van, én azt hittem, hogy tehát azt hittem, hogy úgy hagyta nyitva, mert az a kemény, hát a pisi az nem olyan nagy dolog. A valószínűleg szerelmes volt nagyon beléd, és akkor is veled akart lenni. Meg akarta osztani ezt, hogy ő
Az, csobog. Azért, annak is ott van egy feelingje, tehát amikor egy elkezdődik, belehúz, még egy kicsit. Egy középsugaras. Majdnem végeztem. Én ezt máshogy értékelném. Én például, ha most összeköltöznék valakivel, és nyitott ajtóval pisilne a csaj, akkor azt gondolnám, hogy tökre megmeri ezt előttem tenni, és mennyire elmélyült a kapcsolatunk ilyen rövid idő után, hogy nem csukja be, és között dumálunk, és őt ez nem zavarja. Ha a másik dolog lenne, az lehet, hogy azért egy picit zavarna. Tehát akkor úgy finoman. És volt, hogy oda mentél, és rácsuktad, majd ő újra kinyitottad? Igen. Igen? Igen. Miért nem zártad rá kívülről? Tényleg. Egy ilyen keresztpántal. Vagy nem, hogy lehet volna rajta egy ilyen 4 pontos biztonsági zár. És mit mondott, hogy miért nem csukja, vagy nem beszéltetek róla? De nem egyszerűen tudta megmagyarázni. Tehát nem volt egy épkézláb, kézzel fogható ér. Szerintem... De valószínűleg egy olyan közegből jött, ahol nem volt a WC-n ajtó, nem? A mongol lány volt. Tehát úgy tudom elválasztani, hogy valami úgy tudom elkezdeni, hogy miért választottál, hogy nem volt. És mit használta? A fajanszot vagy a mosdót? Tehát hova? Volt, hogy rányítottál és rákoporodott a mosdóra? Igen, és ott lóbált a kis lábai. A kis topánkái húztak levegőben. Jaj, de nehezen tudom felmászni. Most ez alatt csak nyomja a hátamat. És volt, hogy rányítottál, és éppen inni próbált a vécékagylóba, és rácsukodott a fejére a vécé, nem volt, és mondtad, hogy mit csinálsz. Iszom a falik útból. És most gondoljatok bele, én még arra is figyelek, hogy mindig a perem alá pisíjek, hogy ne a vízbe. Mert szerintem tök idegesítő lehet, hogy ezt hallod bent a szobában. Mi az, hogy a perem alá? Hát, hogy a perem, tehát, hogy érted, hogy nem a vízbe. Ez a lényeg. 30 év házasság után még figyelsz, hogy hova pisilsz. Jézus Isten. Ne csobogja. Örülök, ha beletalálok. Örülök, ha jön valami. Ezért kell a csapbasz. Éjszaka 4-szer kerek, hallod? Örülök, hogyha nem csak vesikövek csörögnek a fajhoz. Ilyen vagy, örülök, ha kiérek, basszus. A fele már a gatyában, mert így van. Nem, az első randin én is csináltam olyat, hogy az első randin megengedtem a csapot. Ugye? Tehát ilyen van. Amikor felmész a csajhoz, és még egy kicsit gátlásos vagy, hogy elmenjél ugye pisilni. És akkor vagy nagyon hangosan elkezdesz énekelni, vagy megengeded a csapot, és akkor nyugodtabban tudsz ugye pisilni. Micsoda? Nem volt még ilyen alibi pisilésetek? Hát pisilsz. Az sosincs olyan. Hogy csak pisi vagy? Csak pisi nincs. Tehát úgy csinálod az első randin, fölmentél a csajhoz, és ugye érezted, hogy baj van. Ez kell egyébként. Na most itt is még jön a játék, mert ugye a pisivel nél van puki, és akkor ugye elindítod, hogy úgy nyomod ki a pisit, hogy közben visszaszorítod a pukit. De volt olyan, hogy rossz ritmusba csináltad. Elölengedett, hátul fogod. Most már mindegy. Megtanultam úgy pisilni, hogy ne kelljen pukizdom. És egy ilyen elölengedem, hátul szorítom. Vagy valahogy köhögsz olyankor. Igen. De akkor is van ilyen, tudod, hát folyamatosan nem tudsz köhögni, érted, egy köhögési dolog. Nem mondjátok, hogy nem randiztatok úgy csaj, hogy fölmentetek hozzá, és már azt vártátok, hogy 2 óra után végre hadd menjetek el, hogy végre nyugodtan a lépcsőházban már tudjatok egyet pukkadni. Nem mondjátok már. Nem vagytok igazi férfiak. Ugye 2 óráig te ott kultúrlény vagy. De már érzed, hogy már befele, már fáj, már feszíti a hasad, és végre kimész, és még maradhatnál 11-ig, de inkább 10-kor hazaindulsz, és az emész, és így kisimulsz. És még mondod, hogy lent hagytam valamit a kocsinat. Egyszer mentem le. Aha. Kérdezzel, mentem le. Mama, nincs is kocsid. Nem baj, mert megnézem, hánykor jön a busz. Jó, vízhangos, lépcsőház. Tudom, hogy hova mész. És akkor ott ültél a kanapén, ilyen feszegő arc, és akkor így de jött, persze, izzadtam. Tehát mondtál ilyen, hogy ilyen alibidumákat, hogy ne arra, hogy nekem picit túl gyors ez a tempó, most el. Hát az első randin ezt még nem csinálod. Ne arra, hogy az első randin, én még nem szoktam le. Hát 20 évesen ott ülsz, feszengsz, megengeded a csapot, ha bemész a WC-re. Ugye nem mered még azért mindenedet úgy elengedni, igen, imádkozol, hogy és akkor hallod, hogy korog a gyomrod, mert az ugye azt jelenti, hogy befele durrant. Az nem volt meg. Fogod, ne, és akkor befele durrant. Ugye a puki bizalomnak ki kell alakulnia. Puki bizalom, az. Tényleg igaz. Tehát hosszú hónapok telnek el, mire kialakul a puki bizalom. A puki bizalom az már a kapcsolat elmélyülését jelzi, basszus, lehet ezt szépíteni, de tényleg így van. Nem az igazán kellemes, amikor így már készülsz, mert akkor tudsz még védekezni, vissza tudod tartani, hanem amikor ilyen nagyon laza akarsz lenni, és mit tudom én, a fal mellett oda vannak készítve a CD-i, és akkor én lehajom. Hey, Zsámi, sérzsáret! És akkor tudod, és úgy csináltok mind a ketten, mintha nem történt volna semmi. Így van. Az a lényeg, hogyha ő pukizik, te csinálj úgy, mintha nem hallottad volna. Ne bánsd meg azzal, hogy meghallod. Igen. Hát de mind a ketten tudjátok, hogy megtörtént. De ez egy közös kollektív hazugság a másiknak. Aha. Nem hallottam semmit, ránézel, és hogy ő is hazudik a szemével, és te is és megpróbálsz valami, hogy hívják, a Welter előfigyelet. Farra nézel, és azt mondod, Salvador Dali, gondolom reprodukció.
Én volt úgy, hogy felmentem a csajhoz, és először bementem megnézni, hogyha bekapcsolom a melegvizet, mennyire hangos a kazán, ami belobban. És akkor megnyugodtam, hogy hangos a kazán, akkor maradhatok. Tehát sima központi fűtés volt, és melegvíz, akkor kezdtem aggódni, hogy tudok elmenni budira. Na, drága hallgatók, az összeköltözés... És van messze a gesztőm, és rögtön azzal indít, azt, hogy bekapcsolod. És a csaj meg ott van, rögtön tudja, hogy mi a helyzet. Működik a ventilátor. Na, szóval, nézzük meg, hogy mikor alakul ki a puki bizalom. Írjátok meg nekünk az összeköltözésetek nagy leleplezését. Amikor először szembesültetek azzal, hogy szívetek választotja azért mégsem királylány, mégsem királyfi, és bizony ő is emberből van, mondjuk így, ugye? És az összeköltözésnek mikor jött el az a nagy pillanat, amikor lehullott a lepel, és rájöttetek valami olyanra, amit nem gondoltatok, valamit nem vártatok, ami meglepő volt, vagy csak itt konstatáltátok, hogy szívetek választotja is. Hétköznapi hős. Jó, küldjetek az SMS-eket, mi volt a legmeglepőbb az összeköltözésetek pillanatában, vagy azután. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Pippa Middletonról beszélgettünk, és arról, hogy az összeköltözésnek vannak bizony nehéz pillanatai, bár itt ugye majdnem a királyi párról van szó, Katalin Hugáról, és egy milliárdos James Matthews nevezetű angol pasiról, aki meghódította ugye Pipát, és hát összeköltöztek. De aztán arról kezdtünk beszélni, hogy az összeköltözésnek is vannak ugye nagy pillanatai, amikor lehull a lepel, és hallod, hogy kedvesed is, már gyönyörű, szép, csinos, és királyi sarj, ugye hát ő is ember, és a pasi is, akit kiválasztottál, szintén ember, és eljutottunk egészen a puki bizalom kialakulásáig. Mert hogy ez előbb-utóbb minden kapcsolatban megtörténik, hogy ugye hallod kedvesedet, hogy emberből van. Mi ezek van? Az összeköltözés nagy pillanatai. Szél. Bizony, nem? Illetve szóba jött az első randi, tehát több irányból közelítjük most ezt a dolgot, amikor is ugye hát az első randin vagy felmentek a pasi lakására, vagy a nő lakására, és hát nem tudsz ellenállni bizonyos testi kényszereknek. És ez ugye alapvetően azért mindenkivel megtörténik, és ezek azért jó témák, mert persze azt mondja az ember, jaj, hát micsoda dolog erről beszélni, közben az egyik legnagyobb életigazság, hogy ennek részese vagy, ugye? Ott ülsz, szorítod, mennél, maradj, itt menj ki, otthon menj ki, dolgozik az, hogy mi történjen, igen. Hogy legyen. Na, van egy hallgatónk, ő nagyon meglepődött az összeköltözésnél. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Hello! Szia, Zoli vagyok. Hello, Zoli, honnan hívtál minket, Zoli? Mezőköves. Na, veled mi történt? Mikor hullott le a lepel? Vagy hogyan? Nekem akkor, amikor összeköltöztünk, és elmentem először bevásárolni. Bevásároltam, hogy legyen otthon minden. Mennyi ideje voltatok együtt? Körülbelül 3 hónapja. 3 hónap, és aztán összeköltöztetek. Uh-huh. Így van. Aztán, amikor pakoltam volna be a fagyasztóba, akkor kinyitottam a fagyasztót, és találtam bent egy nagy csomagot. Gondoltam, hús, megnézem, hogy mi az. Aztán kiderült, hogy hús, csak nem olyan, amit mi eszünk, hanem egy macska. Egy fagyasztott macska. Egy fagyott macska volt a hűtőben? Igen, egy fagyasztott macska volt a hűtőben. És megkérdeztem, hogy ez mi, és akkor közölte, hogy ez a macska már pedig az ő lelkitársa volt. Úgyhogy ők örökre együtt fognak maradni. Na hát, mi nem maradtunk örökre együtt. És a macsakot a hűtőben, a mélyhűtőben tartotta? Így van, mert nem tud tőle elválni. Aha. Milyen szerencsét, hogy felismerted, nem kezdtél rántott húst csinálni, vagy valami. Tehát, hogy ilyen jó azért, hogy odafigyeltél. És néha így elővette, maga mellé fektette, tehát volt valami egyéb is? Nem, azért ennyire nem volt beteg a dolog, de elég furcsa így is szerintem egy macska a hűtőben. Ez elég fura. Igen. Akkor nem vártad meg, mint kialakul a puki bizalom. Nem, nem, nem volt semmi ilyesmi. Gyorsan. Itt egy feladat macskát keresztül húzta. Itt aztán bármit lehetett volna csinálni, mert annyira nem lehetett volna egálba, hogy gyakorlatilag már ott az elkösöly alkalommal az összes puskaporodat előhetted volna. Ugye, ez Jolly Joker lett volna. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Szia. Szerintem mindenkinek kellemetlen az első, írja egy hallgatónk, ugye, a puki bizalommal kapcsolatban. 2 évi együttjárás esküvő, addig még megúsztam. A nászúton kiszálltunk az autóból a szálloda előtt, megtörtént véletlenül, hogy elengedtem. Nem szólt, gondoltam, azért mentek egy kicsit a helyzeten, a cipősarkamat kezdtem a betonon húzni. Aha. Mire a párom megszólalt, ugye mennyivel magasabb hangja van? De jó az. Ezt Anikó küldte nekünk. Hát igen, ezek a nagy pillanatok tényleg. Nagyon sokan írják, vannak ilyen SMS-ek, amikor ugye megtörténik az összeköltözés, a fiú vagy a lány ott marad, és hát rájössz, hogy kis kifliben vagy nagy kifliben szeret ugye aludni. Van egy hallgatónk, aki leírta, hogy
az ő párja volt a kis kifli, aki pasi volt, majd ő hátulról nagy kifliként hát köré gyűlt, és érezte, hogy megtalálta élete szerelmét. Van még egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, ciao, hello! Misi, veled mi történt? Jaj, hát nekem volt egy összeköltözésem barátnőmmel, és hát egy pár hónap után megkért engem arra, hogy nézzem meg, hogy őt mekkorát, meg miért bakkantottam. Tehát jártatok, egyszer csak úgy döntöttetek, hogy összeköltöztök. Megtörtént az összeköltözés, és ő az első napon beinvitált a budira? Hát nem mondta az első nap, egy hét után mondja, hogy legyek már kedves, és nézzem meg, hogy mekkora. Hát mondom, de nem, de nézzem meg. Mi a véleményem? Hát mondom, mit egy kis tojás, hát mondom, most mit mondjak. És akkor utána pár nap múlva, meg ugye, mikor is végeztem, hogy ő is meg akarja nézni. Mondom, nem, már mondom, legyen elég annyi, hogy mondom, szülőszobán lesz volna, mondom, akkor nevet kéne neki adni. De durva, te is kapató voltál a tréfára. Legyen annyi elég, hogy egy zilbelsőt fektettem le éppen, egy pofajka ujjat. Én azt hittem, hogy ilyen egészségügyi okokból, hogy azért csekkol, de egyszerűen csak így szerezte zsűrizni. Nem, semmiért. Szerintem csak a méretre volt kíváncsi, hogy mit mondok rá, kicsi, nagy közepes. És kialakult köztetek egy ilyen mókás kis verseny? Egy egészséges rivalizálás. Elkit olyan nagyobbat. Egy kis világkupa. Együtt vagytok még? Dehogyis nem, ez már régebben volt. És itt volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy talán át kell gondolni ezt. Igen. Hát voltak ilyen furcsa dolgok. Hát pedig meddig jártatok? Másfél éve. Na, azért bírtad. Na, jó, van, sokat bolondoztatok nyilván. Az biztos. Igen. Jó kapcsolat lehetett. Csak annyit árulja, ki nyerte a versenyt? Hát én. Jó van. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello. Ciao. Hello. Azt mondja, hogy hát nagyon, nagyon jó SMS-ek vannak. Írja valaki, hogy egyszer az anyukájával történt, mert az anyukával együtt tévéztek, és úgy történt meg. Azt mondja, hogy miután összejöttünk és eltelt pár hét, elkezdtem felni hozzá, tévéztünk az anyukájával együtt. Egyszer csak a mama oldalra dőlt, és oldalra nyomott egy rettenetesen rottyogosat. Ott éreztem, igazán hazaértem. Befogadtam. Igen. Vicsa küldte nekünk, igen. A párom konkrétan az 5. napon az összeköltözésem napján cipekedés közben hallotta meg velem először, azóta már egyébként együtt borotválkozunk a fürdőszobában. Tehát, hogy lehullott a leppem. Igen. Nekünk az első fürdőzésnél lett egyből jacuzzi a kádból, már akkor tudtam, ő lesz a feleségem. De milyen szép SMS. Ha, Istenem, az első ott töltött éjszaka a kutya ételmaradékos csontjai szúrták a combom, miközben simogattam a lányt, a macska ütögette a kezem. Azonnal menekültem, írja valaki. Én összeköltözésünk után az első napon elengedtem az űrgyűrű füttyöt. A párom ki... Na jó, igen. Megvan ez, hogy minden magánkodóval lehet elmondani? Hogy lehet elmondani? Igen. Mi az összeset tudod? Minden. Űrgyűrű füttyöt. Ával. Éve. Hátvágánygáz. Ugye, ez ugyanaz? Ez a legjobb, hogy az erőnk. Párom kétségbe esett arcán nézett rám, mire csak annyit tudtam mondani, szívem, a kapcsolatunk új szintre lépett. Sprinter a futár küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, mi is találtunk egyébként egy applikációt, illetve egy alkalmazást, ami részletesen kielemzi, hogy milyen típusok vannak. Ezt lehet, hogy érdemes az első randi megmutatni, nem? Igen. És beazonosítani, te hova tartozol. Hogy hova tartozol, így van. Gondolom, megint nem a mosogatásról lesz szó, mert... Hogy érzed? Hogy érzed? Nem hajtogatja össze a ruhát maga után. Na figyelj, csak megmutatjuk, jó? Figyelj, hogy milyen típusok vannak. Közönséges szellentés. Kislányos. Szűrös taxisofőr. Bocs. Locspocs. Köszönöm Istenem, hogy kiértem a WC-re. Ne, csak most keltem fel a WC-ről. Undorító, te a félre sikerült. A királyi vadász. Na, jó van. Basszus, mondd, hogy nem így van. Félre sikerült nekem, Bercem. Mert abban van, hogy csehdítési jelleg. Mondd, hogy nem így van. De tényleg.
Tehát a pasik, aztán ők nem tudják, olvastam egy nagyon érdekes cikket, hogy a nők azért nem pukiznak a pasik előtt, mert nagyobb a szégyenérzetük. Tehát erősebb, és ezért gátlásosak is nagyon helyesek, ők elhallgatják, elhazudják. A pasiknak kisebb a szégyenérzetük. De nem mondd, hogy amikor kicsúszol, nem kategorizálod te is. Tehát, hogy nem teszed valahova. Ugye? Igen. De te nem mondod el magadban, hogy most ez hogy sikerült. Óhatatlanul is megvannak a fakkok. Jaj. Na, félre sikerült. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Nézzük, hallgatói, mit tiltanának be, hogy egy kicsit könnyebb legyen az ő életük. Tiltsák be a napot, mert elveszik a szoláriumok munkáját. Hát, tök jogos. Így van. Ha betiltják a csapadékot, többet nem lesz szélvédőjavítás, szélvédős Feri. Írta nekünk, tiltsák be a csapadékot. Tiltsák be a levegővételt, elveszik a munkám. Köszönettel a kaszás. Küldte nekünk. Tiltsák be az egészséget, egy ápoló, írta nekünk. Tiltsák be a cserépgyártást, mert elveszik a porcelán területét, üdv egy porcelánfestő. Tiltsák be a helyes munkavégzést és a hibátlan termékeket egy minőség ellen. Kornél Lakatos, ő szeretné a betételnek a rendőröket. Így van. Szabályozzak a forgalmat, és emiatt kevesebb a baleset. Tiltsák be a fogmosást, Gizus fogászati asszisztens küldte nekünk, senki nem moson fogad, tiltsák be. Tiltsák be a Google-t, le az internettel, üdv aranyoldalak. Aranyoldalak. Az aranyoldalak felszólítja a kormányt, tiltsák be a Google-t, le az internettel. Nem érdekel, hogy oldják meg most. Netanyahu, Putyin, bárki, oldják meg most. Azonnal. Tiltsák be a postásokat, üdv a postagalambok. Igen. Akkor tiltsák be a Wikipédiát, üdv a révaisok. Tiltsák be a liftet, elveszi a lépcső munkáját, írta nekünk egy lépcső. Tiltsák be az otthoni szexet, írta nekünk egy stoppos lány. Stoppos lány, úgy de szép megfogalmazás. Szüntessék be a hideget, üdv egy klímaszerelő. Nem érdekel, hogy ógyák meg most. Mindig legyen meleg. Ért. Le a hamvasztással, üdv a koporsókészítő. Tiltsák be a Tindert, mert elveszi a munkánkat egy örömlány a hetes út mellől. Köszönjük szépen. Tiltsák be a rendőrséget, mert a bűnözők elvesztik a megélhetésüket. Ebédszállító vagyok, követelem az éttermek és az otthoni főzés azonnali betiltását. A háziasszonyok elveszik a munkánkat. Nem érdekel, hogy oldják meg. Tiltsák be a betiltásokat. Azonnal tiltsák be a betiltásokat. Ez Laci. Laci Boy küldte nekünk. A tiltsák be a hülyéket, mert elvesztem a munkámat ugyanis. Köszönjük szépen. Tiltsák be az óvszert, egy kavaró, Robi írta. Aha, igen. Tiltsák be rajtam kívül az összes árust a piacon, mert elveszik a vevőinket. Tamás szeretné. Kereskedő vagyok, tiltsák be, nagyon jó csével, tiltsák be az internetes vásárlást. Aj, nagyon jó. Tiltsák be a vegákat, Zsolti, a húszszállító. Teljesen jó. Érted. Nem veszem húsz, akkor be, szólja, csak fogy. Tiltsák be és zárják be az összes tengert. Egy akváriumgyáros. Tiltsák be a Facebookot, mert már a kultúrházat is elbontották. Andi küldte nekünk. Nagymamák követelik, zárják be és tiltsák be az összes éttermet. Ebben a pillanatban. Tiltsák be a taxisokat, írja nekünk Buszos Jocó. Tiltsák be a magyar államot, a törvényeket, az adókat és az adózókat. Egy navos. Mindent szeretnének. Igen. Tiltsák be a katasztrófákat. Egy katasztrófa védő írta nekünk. Tiltsák be magát a tömegközlekedést. Ezt vajon ki írhatta? Ezt egy taxis írta egyébként valószínű. Nem? Szóval tényleg érdekes. Érdekes az azért. Zárják be az óvszergyárakat, a dadosok. Minden nézőpont kérdése. Hát igen. Tiltsák be az Imódiumot. Üdv a hasmenést. Jaj, de szellemesek jönnek. Nagyon szeretem, nagyon szellemesek jönnek. Igen. Tiltsák be a rádiót, mert csak kopaszul. Tiltsák be a kalgont, elveszi a munkánkat. Gyuri 42 éves mosógépszerelő. Követeljük a mosógépszerelők nevében, tiltsák be a kalgont. Hiszen azzal a mosógép is tovább él, úgyhogy igazuk van. Abszolút. Tiltsák be a munkát, Gyurci küldte nekünk. Haj, nagyon jó. Tiltsák be a Morning Show-t, üdv a Neo FM. Hát, szegények, igen. Tiltsák be a nagymamákat, karácsony után nincs munkánk, üdv egy cukrász. A csatornázási műveknél dolgozom, tiltsák be a fogyókúrát, mert aki nem eszik, az nem is gittel. Üdv...
Igen. Köszönjük szépen. András szeretné, ha betiltanák a fogyókúrát. Így van. Tiltsák be a koránkelést. Üdv Allah. Hát ez a koránkelés. Jaj, koránkelés. Jaj, nagyon jók jönnek. Igen. Tiltsák be a boltokat, mert elveszik a webshopok munkáját. Üdvözlettel, Péter. A hasmenést tiltsák be. Üdv a dugulás elállítók. Tényleg, hát most érted, miből fognak egy szegény csőgörény? Minek oda csőgörény? Hallod, érted. Minek oda csőgörény? Semmi sűrű. Tiltsák be a mobiltelefonokat, elveszi a munkánkat. A vezetékes telefonok szövetsége írta ezt nekünk. Jaj, de jók jönnek, köszönjük szépen. Tiltsák be a fogamzásgátlókat, egy óvszergyártó cég. Nagyon jó. Tiltsák be a látásjavító műtéteket, egy látszerész. Igen. De milyen jogos. A szemüvegesek. Hát most érted, mi lesz velük? Tiltsák be a gluténérzékenységet, egy pék vagyok. Tiltsák be a jó ízlést, írta nekünk egy szobafestő. Szellemesek egyébként. Azt mondja, hogy mi ez? Tiltsák be az antikartelt, az útépítők. Nagyon jó. Mi egyébként abszolút, abszolút igen. Mi egyébként abszolút. Abszolút mi. Tiltsák be Csonka picit a ding-dongó dalával. Elveszi az életkedvem. Tiltsák be az empátiát és a beszélgetést. Egy pszichológus írta. Na jó. Hát köszönjük szépen, nagyjából így lehetne. Nagyjából így lehetne. Most nem szeretnek minket a taxisok biztos. De mi szeretjük őket. Hát igen, csak most itt egy ilyen... A követelésük volt a vicces. Így van. A követelésük volt a vicces. Nem kristályosodott ki még nagyon az elején, hogy mit is szeretnének. Mostanra meg már igen. Okay. Na. Én arra gondoltam egyébként, hogy kéne majd egy tüntetést szervezni azok ellen a tüntetések ellen, amik megbénítják a város, de abban bízom, hogy ez a tüntetés nem fogja már megbénítani a város. De miért az városon kívül lesz, de akkor nem éri el a célját, érted? De ha téged betiltanak, akkor én szervezek egy tüntetést a te betiltott tüntetésed miatt, viszont engem is befognak arra Feri szervezés, folyamatosan megyünk egymás után. Ez egy hosszú láncreakció lesz, körbe tüntetünk. Mire a Ferit betiltják, téged kiengednek, te már újra elkezdesz tüntetni a Feri bezárása miatt. Utána bezárnak, én viszont megyek utána. És legyen egy ilyen körpályára terelve az egész tüntetés, mert akkor pont így körbeérne, és akkor mindig csak annak megfelelően látnál a táblákat. Érted? Lenne egy állandó tüntetés, csak a táblákat cserélgetnék benne. Kellenének főállású tüntetők szerintem. Á, most már egyre többen vannak, igen. Tiltsák be az angolt, mert nem tudom megtanulni. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.